Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm Önöket a Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium Általános Iskola Óvoda, Pánti Endre Katolikus Általános Iskola Tagintézménye Minden Tudni Akarok Tudományos Előadás sorozatának mai előadásán. Köszöntöm főtisztelendő Barkóczi István káplánatyát, Márton Zsolt intézményvezető helyettes urat, Márton János tagintézményvezető urat. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm dr. Miklósi Ádám, tanszékvezető egyetemi tanárt, a Magyar Tudományos Akadémia doktorát, és köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Bevezetésképpen a témához kapcsolódóan zenés idézetgyűjteménnyel készültek a 4. A osztály tanulói. Ezt hallhatjuk most. A kutya, vagy ebb, olyan járó, emlős ragadozó állat. A szürke farkas egy már kihalt alfajának háziasított formája. Az egyetlen olyan állatfaj, amely tudományos nevében megkapta a familiáris, azaz a családhoz tartozó jelzőt. Az átlag kutya csupán egy valamit kér az emberektől. Szeressetek! Nem mindig látod, mi az, ami egy kutya szívében rejlik, de ha bízol benne, esélyt adsz neki, hogy megmutassa, mire képes. Nem számít, milyen kevés pénzed vagy tulajdonod van, ha kutyád van, gazdag vagy. A kiskutyát a természet kínált a gyógyír, a szeretet hiányára és az élet sok egyéb bajára is. Ha azt hiszed, hogy a kutyák nem tudnak számolni, próbáld ki. Tegyél 3 műtalomfalatot a zsebedbe, és adjál oda 2. Legbelül minden új fullandi, boxer, vérebb és dándog, aprócska szőrgombóc, mely alig várja, hogy ölbe vedd. A kóbor kivárt kutyának is Isten vezérli lépteit, hogy a hosszú, fáradt út után végleg megpihenhessen egy szerető gazdinál. Vannak kutyák, amelyeket nem képeztek emberek mentésére, de ösztöneik, és az ember iránt érzett szeretetük a legnagyobb odaadásra képes. A macska vendég a háznál, a kutya családtag. Azok az emberek, akik segítenek az elhagyott állatokon, nem ismerik a boldogtalanságot, hisz minden állat megmentése boldogsággal tölti el őket. Nem kell külön elnyernünk bizalmát vagy barátságát, mert ő születésétől fogva a barátunk. Behúnyt szemmel is bízik bennünk, még születése előtt elkötelezte magát az ember mellett. A kutya éppen némaságával válik mindennél értékesebbé. Társaságában az ember rátalál a lelki békére, ahol a szavak elvesztik minden jelentőségüket. Ha a kutyát kövér,
Társadalom sporttól szeleget. A kutya a legálhatatosabb barát, az első, aki üdvözöl, és a legbátrabb, aki védelmez. A föld egyetlen teremtménye sem követeli ki úgy a szeretetet, mint a csuromvizes kutya. A kutyát kimondottan a gyermekek számára teremtették. Nincs párja a csintalankodásban. A kutya boldogság három forrása. Mozgás, fegyelem és szeretet. Mások nevezzék csak gyöngeségnek az állatszeretetet. Gúnyoljanak ezért. Te sétál csak nyugodtan a kutyáddal. Jó társaságban maradsz, s Isten is tudja ezt. Egyszeres mindenkorra felelős lettél azért, amit megszelídítettél. Az etológia a biológiának az állatok viselkedésével foglalkozó tudományága. Az etosz görög szó szokást jelent. A 8. A-osztályosok következő jelenetéből részletesen hallhatunk az etológiáról. A jelenet címe Bevezetés az etológiába. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Üljetek le, gyerekek! Ma eltekintek a jelentéstől. Látom, mindenki itt van, úgyhogy kezdjünk is bele a munkába. Elérkeztünk az összefoglaláshoz, néhány villámkérdéssel kezdeném az órát, aztán mindenki húz egy fogalmat, amit szeretném, ha minél érthetőbben és szemléletesebben magyaráznátok el. Hát akkor kezdjük is el! A biológia mely tudományága foglalkozik az állatok viselkedésével? Zoli! Az etológia. Helyes! Definiáljuk akkor pontosan ezt a fogalmat. Claudia! Az etológia a biológiának az állatok egy adott környezetben megnyilvánuló viselkedésével foglalkozó tudományterülete. Alapvető módszere az állatok megfigyelése, a modern etológia kapcsolatban van a pszichológia és a társadalomtudományok megfelelő területeivel is. Köszönöm! Említsünk meg néhány Nobel-díjas tudós a klasszikus etológia területéről. Máté! Ivan Petrovics Pavlov, orosz tudós, Konrad Lorenz, osztrák kutató, Nikolás Steinberger, holland tudós, és Kárhon Friss, osztrák etológus. Helyes! Akkor most jöhetnek a kis szekik. Ki lesz az első bátor jelentkező? Ernő, 21-et! Röklött magatartásformák. Vannak olyan viselkedésformák, amelyeket az állatok már megszületésük utáni pillanatokban azonnal mindenfajta gyakorlás nélkül képesek elvégezni. Ilyen az öröklött mozgásmintázat, a feltétlen reflex, a taxis. Az öröklött mozgásmintázatok genetikailag rögzítettek, zárt genetikai program. A faj minden egyednél hasonló módon megy végbe. A fajtársaktól izoláltak nevelt egyedeknél is megnyilvánul. Megfelelő coaching reaktiválódnak. Mindig azonos módon játszódnak le, azaz formaállandóak. A cselekvés eredményéről nincs visszacsatolás. És a megkezdett cselekvés az a sorrendje állandó és megszakíthatatlan. Példában alá tudnám támasztani? Zoli. Egy közép-amerikai fés és pók nőstények körülbelül 6400 elemi mozdulattal szövő meg csésze alakú, betetartó tokját, mindezt körülbelül egy óra alatt. A pók először a csésze alapját készíti el, amely körülvesz egy karmával, amelybe belerakja a petéjét. A gubót egy fedővel zárja le, amelyet a pók magával cipel és védelmez. Amikor a pók elkészítette a gubó alapját, azt elvették tőle. A pók folytatta a karima készítését, az így elkészített csőben belerakta a petéjét, amelyek persze kihullottak belőle. Köszönöm, ennyi elég lesz. Erről te is mondhatsz egyet. Az öröklött mozgásmintázatok a kutyaféléknél az ismert táplálékrejtő viselkedés, melynek célja, hogy az államfogyasztott táplálékmaradványok ne vonzzák oda a dögevőket. Ha egy teljesen jól lakott rókának fő tojást adtak a szájába, az vette a tojást, keresett egy sarkot, másik lábaival ködöt ásott, majd belehelyezte, orrával megigazította, majd betakart a földdel és lenyomkodta.
Akárhány tojást kapott, mindegyikkel ugyanezt tette. A ketrec, olyan ketrecben is ugyanígy zajlott minden, ahol nem volt föld. A talaj hiánya egyáltalán nem zavart az állatot. Felkapta a tojást, keresett egy sarkot, elvégezte a kaparó mozdulatokat, majd elhelyezte, orrával megigazította, majd elvégezte a serprő és az egyetikodó mozdulatokat. Néhány perc elteltével az állat újra megtalálta a tojást és kezdte előre. 4-5 ilyen sorozat után már az állat kezdett zavarba jönni, és egyre hosszabb ideig kereste az alkalmas helyet, az elföldelés után pedig igyekezett elkerülni a helyet. Ügyes vagy, köszönöm. Peti, te következel, húzz egyet. Feltétlen reflex. Az öltött viselkedések egyik legegyszerűbb elemi formája, amely egy adott ingerre feltétlenül bekövetkező egyszerű válasz. Zoli, te mit csinálsz? Szemléltetek, tanárnő. Ilyen a pupilla reflex. A szemünk felé irányuló hirtelen mozdulattal becsüklik a szemünket, de folytatnám tovább. Foglaljon helyet, kedves tanárnő. A lábát kérem tegye keresztbe és lazítson. És most? Rendben van a térreflex. Ó, köszönöm, Zoli. Most már teljesen megnyugodtam ettől a gyors neurológiai vizsgálattal. Na, gyere csak vissza. Ha már ilyen jó formában vagy, válasz. Taxis. Az inger által kiváltott és irányított helyváltoztató mozgás. Például az állatok fényfelé való mozgása. Rendben van. Most már helyre mehetsz. Máté, örülnék, ha aktivizálnál magad egy kicsit. Tied a választás lehetősége. Kulcsinger. Az örökött magatartási elemeket kiváltó ingereket kulcsingernek nevezik. A vörösben költési időszakában megtámadja a territóriumába tévedt hímeket. Megtámadja a kitömött vörösbegyet is, ha annak mellén vörös folt van. És megtámadja a vörös kulcsomót is. Ebben az esetben a területvédő reakciót a vörös folt látványa váltotta ki. A kulcsinger lehet kémiai természetű is. Például a csíbor ebihalakra vadászik. Ha az ebihalakat kémcsőbe tesszük, akkor a csíbor nem reagál. Azonban megtámadja a húslébe áztatott vattacsomó. A hangyák körében ismert a veszélyferomon típusú kulcsinger. Ha a veszélyferomon kis koncentrációjuk, akkor az vonzó a hangyák számára, és segítségére sietnek bajba jutott társuknak. Ha a veszélyferomon közepes koncentrációjuk, akkor támadást vált ki mindennel szemben. Ha a veszélyferomon magas koncentrációjuk, akkor pedig menekülést vált ki. A kulcsinger lehet akusztikus eredetű is. Például a nőstény pulykát, kis csibéket, csipogó hangjukról ismerik fel. Azonban megkezdik a költést egy kitömött görényen is, annak belsejéből pulyka-csipe csipogás hallatszik. Egyes kulcsingerek igen erős reakciót válthatnak ki. Rendben, ennyi elég lesz. Peti, hogyan nevezzük ezeket az ingereket? Ezeket szupernormális ingereknek nevezzük. A csigaforgató madár számára a kulcsinger, a fészekaj nagysága, illetve a tojás mérete. Mindig a több tojást tartalmazó fészekre ül, mindig azt a fészket választja, amelyben a több tojás van. Ha a fészkén kívül megpillantja a saját, illetve egy spucc tojást, akkor mindig a nagyobb tojás próbálja a fészekbe görgetni, nem törődve a sajátjával. A szupernormális ingerek iránti vonzódást gyakran paraziták használják ki. A fészek parazita kakukk fiókája nagyobb, és a tátogatási reakciója is jóval kifejezetted, mint a gazdamadáré. Embernél a táplálék cukortartalma az emberi válás során igen ritka és elértékessé válik, ezért tekinthető a csokoládé szupernormális ingernek. A reklámunkban is kihasználják a szupernormális ingerek ellenállhatatlanságát, extra méretek, super size, big, mega, hiper. Ez igen, látom, alaposan felkészültél. Időnk lassan lejár, úgyhogy már csak egyszer kire van lehetőség. Klaudia, ez a tiéd lesz. Tanult magatartás formák. Nyitott genetikai program jellemzi. Tanulás, melyek valamilyen környezeti hatás következtében az állat magatartása megváltozik. Vannak olyan genetikai programok, amelyek nem teljesen zártak. Nyitott részében a tanulási folyamatok által
helyett a környezeti életben működéshez szükséges információkat. Az információk beépülnek az állat memóriájába. A tanulás az a folyamat, melynek során a memória változásai kialakulnak. Ilyen a megszokás, érzékenyítés, társítás, bevésődés, belátásos tanulás. És hé, hová mehetett? Még nem mondtam, hogy vége az órának. De hiszen csengettet találni. Ha Pavlov ezt látná... Médiában gyakran lehet hallani a kutya és az ember kapcsolatáról. Az egyik ilyen megható esemény, illetve műsor volt, amit a rádióban hallottam, a délszláv háború idején a lepusztult városokból elmenekültek az emberek, és a kutya elszakadt a családjától, a gazdájától. De ez a kutya addig ment, lejárva a lábát, lekopva a lábáról még a bőre is, amíg meg nem találta a gazdáit. Egy másik riport műsorban a vakembert kérdezték, hogy nem lenne jobb inkább a kutya helyett egy másik ember segítségét igénybe vennie a mindennapi tevékenységeihez. És azt mondta, hogy ha az ember és a kutya között választhat, ő inkább a kutyát választja. Abban jobban megbízik. Professzor úrnak kiemelkedő kutatási területe az ember és a kutya viselkedési analógiáinak a vizsgálata. Kérem, hogy ezekben a részletekben most avasson be minket. Tisztelettel kérem, tartsa meg előadását. Először is borzasztóan örülök a meghívásnak. Tényleg nagyon jól érzem magam már most, tehát úton idefelé is jó volt, nagyon szépen sütött a nap, és örültem és készültem arra, hogy tényleg önökkel, veletek lehetek. Aztán ez a dolog csak fokozódott, mikor láttam ezt a gyönyörű előadást, ugye részben a kisebbektől, részben a nagyoktól. Ugye tényleg a kutya az egy nagyon speciális lény, de láthatóan minden formájában meg tudja hatni az embert, akkor is, amikor pici gyerek, akkor főleg ilyen társként, akár gyereket is lát benne, és akkor is, amikor esetleg egy kicsit idősebb. És ami végképp meghatódtam, az ugye az volt, hogy hát én az etológiát szoktam az egyetemen tanítani, és a diákok bizony vizsgáznak ebből, tehát ezen komoly vizsgák vannak, és hát, hogy mondjam, nem szoktak a diákok sokszor jól szerepelni, mint ezek a nyolcadikos tanulók, akik nagyon komolyan felkészültek. Tehát bár ilyen feleleteket kapnék, hogy az ember néha elgondolkodik, hogy hogy kerülnek emberek egyetemre, de őket biztos szívesen látnánk, mert tényleg fantasztikus volt. És nem csak úgy, hogy mondjam, ugye egy tanár-diák kapcsolatban, hanem itt a teljes közönség előtt bátran felvállalták a tudást. És mint egy, most már magam kicsit úgy furcsán is érzem, hogy minek jöttem ide. Ugye itt mindenki érti az etológiát, mindenki tud mindent. Tehát kicsit majd fogjátok is látni, meglátják is, hogy ugyanazokat a képeket is használjuk. Egy kicsit, ami egyfelől persze jó, másfelől persze hát nehezíti a dolgomat, de azért csak megbirkozunk ezzel valahogy. Tehát jó estét, jó napot, jó délutánt, remélem, hogy jól érzünk magunkat. Igazgató már mondta, hogy ezt igyekezzünk spontán csinálni, tehát én tényleg úgy készültem, meg úgy készülök itt menet közben, hogy jól érezzük magunkat. Nem lesz nagyon mély tudományról szó, nyilvánvalóan akit az érdekel, aznak ajánlanám különböző könyveket figyelmébe, és magyarul is hozzáférhető sok minden. Kutyával, etológiával kapcsolatban előző, vagy hát, hogy mondjam, a tanszék korábbi vezetőjének, Csányi Vilmosnak az alkotásait mindenkinek a figyelmében ajánlom, bár nem hiszem, hogy őt be kéne mutatni. Akit a kutya annyira érdekel, hogy szakkönyvekből szeretné megtudni, hogy mi a kutya, és nem pedig úgy, hogy sétál vele a parkban, meg az erdőben, az éppen elolvashatja a Meglepően a kutya címet viselő könyvemet is. De ezt tényleg csak azoknak ajánlom, akik mondjuk, hát hogy mondjam, már a biológusság közelében járnak, vagy legalábbis borzasztóan érdekli őket ez a tudomány. A feladatom az, hogy ugye ez a címmel beszélgessünk valamiről, amit úgy nevezünk részben, hogy kutya, illetve ennek keresztül, hogy etológia. Tehát az első pár percben én etológiáról fogok beszélni, egy kicsit talán úgy is, hogy milyennek a tudománynak a szépsége. Én nyilván most itt mindenképpen dicsérni fogom, de hogyha azért valakivel mélyebb kapcsolatba kerülünk már, mint szakmailag, akkor azért elmondom ennek a ne árnyoldalát is. Tehát az etológia nagyon szép, én nagyon szeretem, én nekem tényleg az a szerencsém, hogy azt csináltam, amit szeretek, de azért ennek megvan a maga nehézsége is, mint kutatás és mint egyáltalán tudományos terület. Amit mindenki
mindenképpen el kell mondani, hogy Magyarországon az etológia nagyon jó helyzetben van, szerencsésen akkor indult ez a tudomány a 70-es években, a múlt században, most már így kell mondani, amikor ez még világszerte fiatal volt, tehát nem vagyunk lemaradva, mint esetleg más tudományágokban, és nagyon jók a magyar kutatók, itt nem magamra gondolok elsőbben, hanem rengeteg kollégára, ismerősre, barátra, egyetemekkel, nem csak Budapesten, máshol is, tehát egy nagyon izgalmas területről van szó. Na most mit csinál az etológus? Ugye, most már bajba vagyok, mert ezt már mind elmondták előttem a diákok. Hát valóban az állatok viselkedését figyeli meg. És miért figyeli meg az állatok viselkedését? Hát azért, mert az ember az egy ilyen furcsa faj, érdeklődik minden iránt. Tehát mindenhova elmegy, mindenhová bekukkant, fölfedezi a világot, kirepül az űrbe, és nagyon sok ember azon gondolkodik, hogy ha mondjuk ide jönne a Földre egy valamilyen Mars lakó, nevezzük így általában, akkor ugye az a Mars lakóval hogy tudnánk kommunikálni, beszélni, egyáltalán milyen Mars lakónak lenni. Én mindig ilyenkor azon csodálkozom, hogy jó, hát gondolkozhatunk Mars lakókon, de itt vannak ezek az állatok. Ők is nagyon furcsa dolgokat csinálnak, és ez legalább olyan izgalmas, hogy vajon milyen lehet egy állatnak lenni, akár valaki ezt filozófiailag is föl tudja tenni ezt a kérdést, és valójában egy állati elmében, tehát ami itt van benne a fejben, ott pontosan mi is történik. És én azt fogom csinálni, hogy minél kevesebb, nagyon csúnya, meg bonyolult ábrával, lehet, hogy lesz egy-kettő elnézést kérek, de próbálok videókat adítani inkább, és annak kapcsán kicsit bemutatni ezt a tudományt. És az első videó, amit bemutatnék, az egy nagyon régóta ismert, és minden mai napig kicsit megoldatlan történet. Ugye ilyen történetekkel dolgoznak az etológusok, mégpedig itt azt fogjuk látni, mindjárt ez egy rövid részlet egy National Geographic filmből, hogy az elefántok, amikor sétálnak a szavannán, és találnak elefánt csontokat, tehát olyan csontokat, amik korábban elpusztult társaik, vagy hát legalábbis fajtársaiknak a csontjai, akkor megállnak, és ugye emberi szavakkal leírva azt lehet látni, hogy hát úgy emelgetik, fogdossák, ormányukkal tapogatják, ide-oda rakosgatják, tehát valójában ahelyett, hogy tovább mennek a dolgukra, ezek a csontok lekötik őket. És olyankor ott áll az ember tehetetlenül, hogy most hogyan értelmez ezt. Nyilván ez egy bonyolult szituáció, nem értjük, hogy mi történik, mind a mai napig nem teljesen világos az elefántoknak, az elefánt csontoknak miért lesz le számukra ilyen fontos és izgalmas. Aztán így lehet látni a jelenteket, hogy összebújnak. Ugye, ha az ember úgy gondolkodik az állatok, hogy beleképzeli magát a helyükbe, akkor azt lehetne mondani, hogy szomorkodnak. Mint hogyha azon bánkódnának, ugye, és ezt most én szigorúan emberi szempontból értelmezem, hogy hát elpusztultak a fajtások, milyen szomorúak vagyunk, tehát minthogyha gyászolnának. Nem tudjuk, ebben esetben tényleg nem lehet tudni pontosan, mi játszódik le az elefánt elmébe, és mert nem lehet vele ezt megbeszélni, ezért legalábbis a mi nyelvünkön nem tudjuk, ezért ez a dolog egyelőre még a titok homályába tartozik. De lássunk egy másik furcsa viselkedést, amit például a városban lakók figyelhetnek meg. Itt most én valami hangot kellene, hogy szerezzek hozzá. Nem tudom, hogy lehet-e majd hallani. Meg kell várni, míg a harkály beindul. Akkor derül ki, hogy működik-e. És még gondolkodik, hogy most hol is van tulajdonképpen. Ez egy ilyen vascső egyébként, nem biztos, hogy lehet látni a képről. Forgatja a fejét. És ugye mindenki ismeri ezt a harkály viselkedést, amit elvileg mindjárt fog. Ugye, hallani? Ezt lehet hallani, bizonyos időszakban borzasztó idegesítő, főleg ha az ember egy ilyen harkálynak a területén építette a házát, vagy lakik magyarul. Most ez a harkály pont az esőcsatornát szúrta ki magának, ami különösen kellemetlen, mert iszonyú hangja van, ugye el lehet képzelni, különösen mondjuk az ember még reggel esetleg akár tovább aludna vasárnap. Még egy picit itt belekapcsolódunk ebbe, hogy jobban lehessen hallani ezt a hangot. Ugye? Elég idegesítő. És ilyenkor szintén az ember ugye vasárnap reggel kinyitja az ablakot, kipattan, hogy ki az Úristen csapi ekkora zajt, és látja a harkályt. A videónak egy az a címe, hogy az összezavarodott harkály, ugye? De ez nem feltétlenül összezavarodás, mert tudjuk azt, hogy a harkályok nem csak azért
Hát mutatják ezt a viselkedést, mert sokszor a fakéreg alól kiszedegetik a különböző apró férgeket, meg egyéb táplálékot, amit elfogyasztanak, hanem ez egyben egy hangképzés is, és azért is mutatják, vagy csinálják ezt, mert a nőstényeknek ezzel próbálnak, hát mint egy ilyen szerenádot adni a maguk szerény módján, és egy ilyen esőcsatorna az különösen jó hangkeltő eszköz, tehát nem csak arról van szó, hogy a harkály össze van zavarodva, hanem pont megtalálta esetleg azt a hangszert, ami nagyon szívesen játszik, és láthatóan ezt esetleg élvezi is adott esetben. Tehát lehet az etológiában felvetéseket is tenni, meg is értünk néha helyzeteket, más esetekben viszont, mint az elefántoknál, hát most már ez egy régi történet, tehát ezt nagyon régen leírták, mai napig nem tudjuk, hogy igazából mi történik. Tehát az etológia az egy ilyen nagyon furcsa tudomány, hogy picit úgy érezzük, hogy mindenki ért hozzá egy kicsit, már csak azért is, mert vannak tapasztalatai. Tehát az etológia, a foci meg a politika az három ilyen dolog, amihez mindenki ért, és mindenki szeret beledumálni. Ezért nehéz a etológusok helyzete, és ezért értem meg a focisták problémáit is, hogy ahhoz mindenki ért, hát nehéz úgy persze gólt rúgni, ha mindenki magyarázza, hogy ki merre rohanjon, ugye, mert szakértőkkel van tele az ország. De hát ráadásul története is van. Tehát itt ez korábban is picit elhangzott, hogy nagyon régóta az a izgalma tartja a kutatókat, ugye itt vannak egyébként különböző részben bibliai példák is, tehát Salamon királyról is azt gondolták, hogy volt neki egy olyan gyűrűje, speciál gyűrűnek a rajzolatát ott is mutatja a kép, ami lehetővé tette azt, hogy ő beszélni tudjon az állatokkal. Ez egy ilyen titokzatos képesség. Aztán Szent Ferencnél is előkerül ez a gondolat, ugye itt sokszor ábrázolják különböző állatokkal, galambokkal, madarakkal, akivel ő úgymond beszélgetett. Ugye a beszélgetés ez egy nagyon nehéz fogalom, tehát hogy ez pontosan mit jelent, de mégiscsak az embernek van az az elképzelése, sokszor kutyagazdák is azt mondják, hogy igen, hát én beszélgetek a kutyával, én mondok neki dolgokat, ő meg ugye megérti, sőt, néha azt is mondják, hogy ő is mond nekünk dolgokat, és azt meg én megértem. Ezt, mint etológus, én nem egészen értem, de ez nem baj. Aztán a tudomány is felfedezte magának ezt a dolgot, tehát ez csak azért van ott a Pliniusszal a hivatkozás, hogy mindenki értő képzelni, ez egy régi dolog, az, hogy állatokról mindenféle történetek keringenek. És hát aki már egy picit a biológiába belekóstolt, ugye az ismeri ezt a nagyon elegánsan kinéző úriembert, hatalmas szakállal, ugye Darwint, aki az evolúciós teória egyik megalapítója és első, hogy mondjam, nagyon erőteljes proponálója tehát volt, aki egy ilyen könyvet mert írni akkoriban, és ez azért izgalmas ez akkoriban, mert valójában akkor, és nagyon sokan még ma is nem igazán tudják, és nem igazán hiszik el akár, hogy az állatok esetében is nagyon bonyolult elmebeli folyamatok játszódnak le, és ezt most én direkt ilyen bonyolultan fogalmaztam. Tehát például az, hogy az állatokban érzelmek lakoznak, vagy érzelmi állapotaik vannak, ez még mind a mai napig nagyon erősen vitatott, hogy mondjam, kérdés a kutatók között, és ugye most már több mint majdnem 150 éve, 130 éve mondhatjuk azt, hogy Darwin ennek kell lemerte írni azt, hogy bizony az állatok is kifejeznek egyfajta érzelmet, és erről különböző hát gondolatokat fogalmazott be. Egyébként pont a kutyán, mint hogy látható is az ábrán mutatta ő ezt a fajta jelenséget be a akkori tudós társaiknak. Ugye ez is jellemzett a bevezetőben, hogy az etológia lényegében ugye egy ilyen furcsa görög szószetétel, ami a szokás, tehát a viselkedés és a tudománynakból alakul ki, és itt nagyjából látható az a definíció, amit szintén korábban hallottunk. Ugye az etológia meg a pszichológia között az a nagy különbség, ez sokszor az emberek fejében is kicsit összeszokott zavarodni, zavart okoz, hát sok különbség van. Az egyik talán az pontosan az, hogy az etológia a kezdetektől fogva mindig is egy nagyon erős biológiai töltettel rendelkezett. Tehát etológusok és a koráiak, tehát mondjuk a Konrád Lorenz, a többiek, vagy biológusból, vagy valami orvosi tudományból fajzanak el, mert az etológus az tulajdonképpen az a furcsa zoológus, hogy a zoológus, aki állatokkal foglalkozik, az a zoológus az kimegy az erdőbe, és azt mondja, hogy itt van egy hangya, hú, de érdekes, akkor felírja, hogy hol lakott, hol találta meg ezt a hangyát, aztán általában azt szokták csinálni a zoológusok, hogy fogják ezt a hangyát, és elviszik haza, beviszik a múzeumba, hát a hangya ennek következtében általában el szokott pusztulni, és utána megvizsgálják, hogy most akkor hogy is néz ki, ezeket leírják, különböző
rendszerbe szervezik a hangyáknak a különböző féléjét, formáját, és ilyen értelemben hasznos dolgokat csinálnak a tudomány számára. Na most az etológus az a zoológus, aki kimegy az erdőbe, megnézi ott a hangya, felírja, hogy a hangya mit csinál, de nem viszi magával, csak a papírját, és azt az emléket, hogy hogyan viselkedik a hangya egy adott helyzetben. Tehát az etológus az tulajdonképpen még kevésbé nyomozható ki, mert ugye a zoológus legalább valamit kezébe fog a végén, ugye ott van neki az a hangya preparátum, az etológus meg csak a papírt rongatja, hogy ő állítja, hogy azt látta, de hát ki hiszi azt el ugye egy etológusnak, hogy ő mit látott. Tehát a tudománynak azt kell bebizonyítani az etológiának, hogy ő ténylegesen adatokat, azaz jól mérhető megfigyeléseket tud létrehozni. Ez egy nagyon bonyolult folyamat, tehát tényleg nem könnyű társakat erről meggyőzni, mármint a tudós társakat. Itt van az a három úriember, akinek az etológia megalapítását lehet köszönni. Sokkal többen vannak, de őróluk gondolt azt a tudomány, hogy érdemes egy Nobel-díjat jutalmazni őket, és ami különösen érdekes egyébként ebben a tekintetben, amit odafölírtam, az idősebbek vagy a észre is veszik, hogy az etológusok rejtélyes módon orvosi illettani Nobel-díjat kaptak. Ugye el tudják képzelni azt a sokkos állapotot 73-ban, mikor az orvosok, mármint az orvostársadalom, és nem csak a magyar nemzetközi, egyszer azzal a dologgal szembesül, a Nobel-díj bizottság azt közli, hogy három ilyen madár kukkoló ugye gyakorlatilag elhalászta az orvosi Nobel-díjat. Ugye mi közel van az egyiknek a másikhoz? Ugye teljesen érthetetlen volt. Gyakorlatilag egyébként mondjuk a Carl von Frisch konkrétan a méheken, majd mindjárt megnézzük, méheken tett felfedéseit kapta a Nobel-díjat, de az etológusok jelentős része egyébként madarász. Annak egy van kutyája többnyire mindegyiknek. Tehát, és hogy miért kapták, én most pontosan megnéztem még egyszer, amikor készítem az előadásra, miért kapták, hát ez a bonyolult mondat, az azt mondja, hogy azért kapták, mert a viselkedést először ők próbálták leírni valamilyen objektív szempont szerint, és ráadásul különös tekintettel a szociális viselkedésre, tehát az egyedek hogyan viselkednek egymással, és ahogy a korábban is elhangzott ugye az egyik ilyen tanuló feletében, hogy az öröklött viselkedésformákra különös hangsúlyt helyeztek, és aztán Tinbergen a középső úriember, de hát Lorenz is nagy mértékben, azzal is foglalkozott, hogy ez nem csak a féle állati allűr, hogy öröklött viselkedések vannak, ez nagyon komolyan benne van az ember viselkedésében is. Tehát mi emberek is rengeteg olyan viselkedési formát hordozunk, amelyik öröklött, az az adott esetben genetikailag, ha nem teljesen, de nagyon nagy mértékben meghatározott. És ez korábban ez nem igazán volt, hogy az ember sokszor úgy képzelték, hogy egy ilyen nagyon szabad kreáció, ami azt csinál, amit akar, ahogy éppen esik, ahol éppen társadalomban, közösségben, családban nő fel, akkor az lesz belőle, holott valójában az ember is, én mindig úgy szoktam mondani, elnézést és kérek az emberektől általában előtte, hogy az ember is egy állat, pláne nem szerettem azt, amikor az állatokat úgy tüntetik fel, ugye, hogy ez valami rossz dolog, ugye, ha valaki akire ez egy negatív jelzőként jelentkezik, hogy úgy viselkedik, mint egy állat. Ez egy dicséret szerintem egyébként, tehát ezt teljesen rosszul használjuk a magyarban. De pont az az izgalmas benne, hogy tényleg az ember ilyen szempontból nagyon olyan szabályok mentén működik, mint az állatok. No, hát nézzünk egy-két állati példát, amit a kutatók leírtak. Itt az első példa rögtön ez az úgynevezett, bevésődés. Hát igen, most ezt nem kellett volna. Jó. Ez a bevésődés nevű viselkedés, ami itt fogunk látni ezen a kis videófelvételen. Most ugye azért, hogy kicsit vidáman fogjuk fel ezt a dolgot, ez egy hibás bevésődés esetben forog fenn. Ugye a kiskacsák megtanulták azt, hogy a kis kölyök kutya az ő mamájuk. Ugye ez egy nagyon fontos viselkedés, már nem amit pontosan most látunk, hanem az ennek, ami a biológia alapja, tehát az, hogy egy a tojásból kibújt, viszonylag önálló képességekkel rendelkező kiskacsa ne kerüljön csak úgy ki a világba és vesszen el, mint ahogy a mesében ez sokszor előfordul, hanem van bennük egy olyan tanulási mechanizmus, amikor megtanulják azt, hogy az lesz az ő mamájuk, akit legelőször meglátnak a tojásban való kibújáskor. És itt az a pehje szituáció történt, ugye ez városokban sajnos előfordul, hogy a kacsák mikor kibújtak, feltehetően lehet, hogy nem is volt a közelükben a mamájuk, valami baleset érte, vagy történt velük, ezt a kölyök kutyát szúrták ki mamának, a kutya valószínűleg nem is sejti, hogy milyen komoly szerepbe került ő most valójában bele.
De hát ezt most már így valahogy túl kell élni, és most az a probléma ilyenkor, hogy valóban nagyon nehéz váltani. Tehát, hogyha egy kacsa úgy gondolja az ő életében, hogy most egy kutya lesz az ő mamája, akkor ezt ő így fogja gondolni nagyon sokáig, és erről nem lehet őt lebeszélni. Maximum, ha szerzünk neki egy tojót, tehát egy kacsa mamát, akkor van rá némi esély, de egyébként ez az állapot fog megmaradni. A kutya ugye meg azt gondolja, hogy a kisgyerek az ő gondozója, tehát kialakul egy érdekes, több generációs, hát hogy mondjam, együttlét, mondjuk így, és ha szerencsénk van, akkor mindenki jól jár. Tehát magyarul túlélik ezt a kicsi, hát hogy mondjam, kavarodást. De ennek azért van egy természetes magyarázata. A másik példa, amit hoztam, az a tüskés pikóról szól, és ez a Tinbergennek a egyik kedvenc kutatási területe volt, és itt megint a diákok, hogy így mondjam, tökéletesen elmondták a leckét, és nagyon jól lehet látni azt ebben a megfigyelésben is, hogy valójában milyen izgalmas, ha tetszik, izgalmas felfedezéseket tesz etológia. Ugye ez a három valami, ez ugye, hát attól függ, hogy az ember mennyire megengedő rajztanár, ugye azt lehetne mondani, hogy hal. Ugye? Tehát lehet, hogy óvodában mindegyiket elfogadjuk halnak, azért lehet, hogy már általánosklában azért kicsit kritikusabbak vagyunk, és a leg, mondjuk jobboldali, az nem igazán egy hal, vagy legalábbis nem ötös hal, hanem olyan hármas alá hal. De azért látjuk a különbségeket is, mindegynek a hasonlóságokat is, például mindegynek van egy szeme, vagy hát kettő, de most egyet látunk, és valóban picit ön halformájúak, ugye? Tehát az egyik inkább ilyen lepényha jellege van, de a lepényha nem szokott így függőlegesen úszni, de el tudjuk fogadni azért halnak. No, nézzük meg, hogy a püskés pikók mit gondolnak erről. A tüskés pikó ugye furcsa magyar neve van, itt most bemutatja a film, hogy még egyszer lássuk ezeket a halakat ugye közelről. Ezek makettek, ugye itt van egy kis drót, ami őket tartja, ott fölfelé talán lehet látni, és a kutatók majd ott fogják őket fogni. Ha itt van nekünk a tüskés pikó, a tüskés pikót megálltam egy pillanatra a videót, azt kell tudni, hogy őnek itt van a háttérben egy fészke, lehet látni a másik felvéd oldalon is lehet látni ezt a fészket, amit ő véd, azért védi a fészkét, mert feltehetően, ezt most pontosan nem tudjuk, de ha nem is most, később ott lesznek a ikrák lerakva a nőstény által, és a tüskés pikó hímeknek a falata, bizony ilyen is van, kedves férfi kollégák, hogy nek ránk marad az egész család nevelés, tehát ő fogja felnevelni ezeket az ivadékokat, szerencsére csak egy hétig tart, tehát a tüskés pikó hím azért nincsen azért agyon, hogy mondjam, nyomva munkával. Na most ezt kell neki védeni, és azt tapasztalja, hogy úszik a területére egy ilyen nagyon szép, csillogó ezüst tüskés pikó, amit persze egy kutató fog most éppen a kezében, és nézzük meg, hogy mi történik egy ilyen esetben. Ott úszik a tüskés pikó, szerű tüskés pikó, egy támadó, egy ellenség, és nem történik semmi. A hím úgy néz ki a fejéből, mint minden, hogy mondjam, normális napon, amikor éppen nem történik semmi. Kicsit furcsa, hogy az etológusok itten, hogy mondjam, szórakoznak itt vele, de nem érti, hogy mi történik. Tehát láthatóan ott lebeg a fészke fölött, és áll egy helyben. Na most nézzük meg, amikor az történik, hogy az etológus egy nem igazán tüskéspikó-szerű hanglat mutat neki. Ez nem igazán úgy néz ki, hogy tüskéspikó, azt lássuk be, de valamiért a mi hímünket ez borzasztóan idegesíti. És folyamatosan támadja, ugye abban a pillanatban, hogy az etológus ezt a vízbe elhelyezi, már is neki ront, és ugyanezt fogja tenni kis hezitálás után ezzel a lepényhalszerű valamivel is. Megtámadja, megcsípdesi, ha ez egy igazi tüskéspikó lenne, már rég elmenekült volna, nincs az a hülye tüskéspikó, amelyik ilyen sokáig marad támadások keresztüzében. És ha ezt az ember, és az ember etológus elkezd értelmezni, akkor rájön arra, hogy valójában, ami történik, az egy nagyon furcsa dolog, és ezt nevezték el az etológusok kulcsingernek, hogy vannak olyan tulajdonságai a környezetnek, itt most a környezet ugye a betolakodó hal, amelyik nagyon specifikusan aktiválnak viselkedésformákat. És ez az a kulcsinger, ami a második két maketre jellemző, ez a piros vagy vöröses hasi rész, ami leginkább nem a színe számít, hanem az, hogy nagyon elüt a felső rész, meg a háti rész és a hasi rész, tehát egy erős kontraszt, és ez az a kontraszt, ami erről az első, ám nagyon tüskéspikó-szerűen kinéző valamiről hiányzik. És ez a kontraszt önmagában elég ahhoz, hogy kiváltsa a hímnek a támadó viselkedését, és ne váltsa ki akkor, vagy hogy ennek a hiányában ez elmaradjon. Tehát a tüskés pikó valahogy úgy működik, hogy nagyon egyszerű ilyen ingerekre
reagál, és valószínűleg a világ is így épül föl számára, de hát persze azért ez hozzá tartozik majd egy csomó tanulási folyamat, ami ennek egy másik megnyilvánulása, erről most én nem nagyon beszélek. És a harmadik Nobel-díjas, ő miért kapta a Nobel-díjat, de mint mondom, azért ez elég bonyolult, hát ez csak tényleg jelzésképpen, mert valahogy a idővel majd gazdálkodjunk. Én már itt akkor itt lesz, itt fogok éjszakázni, de szívesen, itt lehet látni ezt a jelenetet. Mindenki talán megismeri, méhekről van szó, benn vagyunk a kaptárban, és a méh kaptárnak az az izgalma, hogy hogyan lehet megoldani a kaptár ellátását táplálékkal úgy, hogy ez lehetőleg ne abban nyilvánuljon meg, hogy minden reggel a méhek ugye fejvakarva repüljenek ki, hogy most te jóságos ég, most honnan fogunk mi összedni valamit. A méhek ezt úgy csinálják, hogy kiküldenek felderítőket, azok egy bizonyos területet pásztáznak, felderítik, hogy hol van potenciálisan éppen akkor elérhető táplálék, és ezt visszamennek a kaptárba, adott esetben egy pici mintát visznak belőle, és utána eltáncolják, ugye ezt etológusok ilyen szép néven fogalmazzák meg, eltáncolják a helyet, hogy hol is van az a rejtekhely. Itt most pont lehet látni ezt a táncoló méhet itt a közepén, aki ugye ezt majd a videó, hogy szépen el is magyarázza, eznek annyira fontos most, de hogy lényeg az, hogy van egy speciális tánc mozgása, amit a többiek, ugye itt a körülötte álló méhek, itt látszik ez a szép körbenállás, figyelnek, és hát én most azt mondom, hogy látják, valójában nem sokat látnak belőle, inkább a rezgéseket érzékelik a kaptár falán, és azt fogják tudni. Abból, itt azt mutatja ez a kis film, abból fogja megtudni a figyelő méh, hogy a napállásához képest merre kell neki repülnie ki a kaptárból, és ott fogja megtalálni a táplálék forrást, és ebbe a táncba, ha tetszik, be van kódolva ez a fajta viselkedés. Tehát ilyen szempontból ez megint egy olyan izgalmas dolog, hogy az ember nem is gondolná, ugye, hogy egy kicsi méhecske, aminek még kicsi, egészen picike kis elméje van, legalábbis méretét tekintve mindenképp, az ilyen bonyolult dolgokra képes, el tudja, ha tetszik, magyarázni egy méhnek, hogy öreg, figyelj, kimész a kaptárba, 60 fok erre, 400 méter arra, és ott lesz az a mező, ahol neked majd táplálékot kell begyűjtened, és hozni a többiek számára etetésre. Tehát ez egy borzasztó bonyolult dolog, nagyon kevés olyan állatfaj van, egyébként pont a méheket kivéve, akik ilyen bonyolult dolgokat képesek, csúnyán fogalmazom, kommunikálni, elmondani a társuknak. Tehát ez egy nagyon izgalmas felfedezés volt. Egyébként minden napi, mai napig sokan vitatják ezt a felfedezést, azért a többség az elfogadja, és hát valószínűleg egy harmad Nobel-díjat mindenképpen megért ez a fajta felismerés és ennek a leírása. Na most, jaj, rossz színe megyek. Én ebben nem fog belemerülni, csak ha már itt szerepel, ugye, tehát az etológusoknak azért az egyik fontos feladat az, hogy a viselkedésről egyfajta modellt készítsenek, egy elképzelés, hogy hogy is működik az, ami ott az elmében zajlik, és valójában az a viselkedés, amit láttunk a tüskéspikonál, az egy ilyen úgymond hierarchikusan szervezett elképzelés alapján írható le jól, amikor azt mondjuk, hogy vannak szintjei a működésnek, és ezek folyamatosan aktiválódnak, illetve megfelelő szinten aktiválódnak, úgy fog létrejönni végül is az az adott viselkedés. De szerintem ezzel most nem érdemes annyira mélyen foglalkozni. De most hol tartunk ma? Hát ugye ez a klasszikológia, ez azért bizonyosan értelemben szűklátó volt, de hát mindenkinek az alapokat kell persze lerakni. Ahhoz képest ma egy nagyon virágzó tudomány van, ami az életnek, ha tetszik így mondani, akár az ember életnek a különböző területeire is igyekszik behatolni. Az egyik nagy terület ez a viselkedés ökológia. Ott azt vizsgáljuk elsősorban, és itt is ez a kép is azt próbálja bemutatni, hogy az állat, az adott faj, az milyen kapcsolatban áll a környezettel, és például ez a pingvin kolónia, ugye, amelyik egy nagyon kemény ökológiai körülmények között él, hát Antarktiszon, illetve ahhoz közeli területeken, hidegben kell nekik tényleg most a körülmények között felnevelni ezeket a fiókákat, hogyan oldják meg ezt a problémát. Azaz, milyen viselkedésbeli megoldásaik vannak arra, hogy például csak egy apróság, ugye egy pingvin tojás, mint a legtöbb madár tojás, az ilyen 30-35
6-8 fokon kell ki, tehát melegben kell lenni a tojásnak. Itt általában a hőmérséklet az jóval kisebb, inkább a nulla körüli, és hogy lehet ezt megoldani, hogy több héten keresztül ez a tojás nehogy kihűljön, ami azért nem egy egyszerű dolog, mert mondom, nincsen ilyen inkubátor, meg nincsen melegítő, meg nincsen cirkó, meg egyéb fűtési lehetőségek, tehát a pingvinek ezt mind magának kell megoldani, úgyhogy közben pingvinek vannak saját problémái is, enni kellene neki valamennyit, ugye, stb. Stb. Szóval nagyon nehéz tudomány, annál is inkább, mert sokszor oda kell menni, ahol ezek az állatok laknak, és ők bizony hát a legkülönbözőbb területén laknak, melegben, hidegben, víz alatt, víz felett, nem egyszerű terület vagy kérdés. A másik tudomány, az úgy hívják, hogy összehasonlító etológia, ez arról szól, hogy az a viselkedés, amit vizsgálunk, az hogy alakult ki? Ez majd a kutya-farkas kapcsán kicsit elő fog jönni, amikor különböző fajokat hasonlítunk össze, és azt próbáljuk kitalálni, hogy ez a bizonyos történet, ez az evolúció, ennek hogyan, én nem szeretem használni a fejlődés szót, mert nem értem, hogy mit jelent, de hogyan változik az, hogy vannak ilyen meg olyan állatok, és azt nagyon jól lehet azért tudni a Földnek a történetéből, az élővilágnak is van egy története, tehát vannak olyan fajok, amelyek feltetően régebb óta vannak a Földön, és vannak olyanok, amelyek valamennyivel újabbak, ugye az ember is azt gondoljuk, hogy valamennyire azért mégiscsak egy újabb fajról van szó. Tehát ez az összes etológiának a kérdésköre. A másik, ez az úgynevezett, az az etológia, ami azt nézi meg, ugye ez volt a tüskéspikó példa is valamennyire, hogy az elme, amelyik a viselkedést szabályozza, az hogyan működik. Itt én most belezsúfoltam három tudományt ebbe a területbe, az egyik az tényleg az elme működést nézi, a második a gének működését nézi, és a harmadik az idegrendszer működését nézi, ami különbözik, mint az elme, az egy kicsit azért más. Tehát itt egy ilyen mechanisztikus leírás van. És végül van egy harmadik tudomány, amit úgy hívunk, hogy alkalmazott etológia, amikor a gyakorlatban nézzük meg az etológiának az alkalmazhatóságát. Itt ugye nagyon sok példa van, házi állatok, fogságban élő állatoknak a viselkedés, ennek a problematikája, sőt ugye, hát ott van a legalsó sarokban, csak óvatosan tettem oda egy robotot is, tehát a robotok, amik szintén viselkednek, azoknak is van, most már lassan kezd legalábbis lenni etológiája, mert ugye aki viselkedik, annak ilyen tudomány az úgy mondjam jár. Picit próbáljunk a kutyára fókuszálni, annál is inkább, mert szerintem azért mégiscsak az, ami minket ma jobban izgat, és ugyan itt szerintem, és főleg egy ilyen előadásban nem kell nekem most bebizonyítani, hogy miért kell kutyára sokat foglalkozni, de nagyon sokszor felmerül a kérdés is, és valóban ez egy izgalmas helyzet, hogy hát a tudomány azért ahhoz képest, hogy nagyon régóta élünk együtt a kutyával, és itt is elhangzott, ugye írók, költők, ódákat zengenek a kutyáról, mégis ahhoz képest a tudomány nagyon keveset tud, és amikor mi elkezdtük a kutatást 1994-ben, akkor mi is azzal szembesültünk, hogy ez mintha senkit nem érdekelne. Sőt, az első tudományos visszhangok is arról szóltak, hogy önök mi a szösznek foglalkoznak ezzel a négylábú jószággal, ennek nem sok értelme van. 20 év múltán most már azért azt tudom mondani, hogy van ennek értelme, és főleg akkor van értelme, amikor ugye a gyakorlatban is tudjuk ezeket az ismereteket hasznosítani, amikor például én el tudok jönni egy ilyen meghívásnak eleget tenni, és valóban úgy gondolom, hogy sok embernek, sok gyereknek van otthon kutyája, aki most ugye valószínűleg szomorkodik, hogy nem éppen vele vannak, viszont ugyanakkor talán tudok ötleteket adni, tanácsokat adni, hogy milyen is egy kutyával élni, meg a kutya fejében milyen gondolatok zajlanak le, meg esetleg miért fontos az embernek a kutya, vagy miért fontos a kutyának az ember, ami egyébként szinte nagyon szépen benne volt ezekben a korábbi előadásban és hozzászólásokban. Tehát van egy csomó ilyen probléma, én most itt csak a problémákat soroltam fel, én próbálok ezekről egy picit beszélni, videókkal, mindenféle egyébben, de hát ugye mindig hallja az ember, így most csúnyán fogalmazva a médiában, ugye, hogy most ez egy farkas tulajdonképpen, ami nekem otthon van, csak olyan szeliden viselkedik. Ez egy ilyen négylábú, kölyök, gyerekszerű csoda. Vagy ugye vannak ezek a borzasztott történetek mindenféle balesetekről. A média ezt ilyen kutyaharapás néven szokta emlegetni, minthogyha ez valamilyen külön dolog lenne ez a kutyaharapás, ott általában ott vannak valami oki tényezők, és én nagyon rosszul érzem magam sokszor, amikor ugye a kutya
harapás kapcsán kell mondjuk valamit mondani, és az egész úgy tűnik, mintha a kutya harap, a kutya az csak úgy harapna. Tehát, hogy a kutya legfontosabb tulajdonsága az ő, ami ő harapása, és ezzel ő egy borzasztó kártékony lény. És nem látjuk az egészet persze, nyilván csak ezt az adott, hát hogy már kellemetlen, akár sokszor tragikus szituációt is. És pláne azzal, hogy az embernek megváltozik a viszonya a természethez, hát itt egy csomó problémát azért meg kell oldani, kezelni kell. Nem beszélve arról, hogy ez hozzátartozik az is, hogy hogyan neveljük a kutyát, milyen tapasztalatunk van a kutya nevelésében, ebben a tudományban már azért tud segíteni, és hát olyan apró problémák, mint kutyatenyésztés, erről nem fog nagyon beszélni, de azért látni kell, hogy az sem egy egyszerű kérdéskör, és hát olyan modern kérdések, ami tipikusan modern kérdések, öreg kutya. Régen nem nagyon voltak öreg kutyák, mert az idős kutya, hogy mondjam, meghalt korábban, mint most. Most viszont hála az állatorvostudománynak, a gazdák odaadó gondozásának sokáig élnek, viszont hát itt egy csomó egyéb probléma van, amit valahogy észre kell venni, meg kell oldani. Tehát a tudomány tényleg sokféleképpen tud ehhez hozzászólni. Csúnya mondat következik, főleg idősebbek számára, tehát ez egy ilyen 16 éven felüli dolog most, ami azt próbálja bemutatni, hogy miért kezdtünk el kutatni, és mi az egésznek az izgalma a mi szempontjából. Tehát adott egy helyzet, hogy van a társadalomba, családba beilleszkedő állat, és ez is korán nagyon szépen az egyik ugye idézetben benne volt, hogy a családi kutyáról van szó lényegében, egy olyan farkasféle, ha tetszik, ami családban él. És az izgalmas kérdés ugye egy biológusnak az az, hogy ez hogy a csodába alakulhatott így ki, milyen változások mentek végbe ebben a lényben, hogy egy ilyen nagy váltást tett meg a vadon állapotától, nem feltétlenül vad állapotától, de magyarban ez egy kicsit összefügg, meg más nyelvekben is, és hogyan lett ebből egy viszonylag kezelhető családtag a mi szempontunkból. És a bizonyítékok, hogy hogyan is alakult ki ez a kapcsolat, hát mondjuk ilyenek is lehetnek, amikor azt látjuk, hogy az ember tehát a modern embernek kialakulásában megjelenik egy olyan új viselkedés tulajdonság, amit régebben az ember nem igazán csinált, hogy ő temetnek. Tehát magyarul az elhunyt társaknak valamiféle nagyon specifikus tisztességet adva, megvédik őket attól már, mint az elhunyt embert, hogy úgymond ki legyen téve a természet viharainak, és ennek megfelelő ceremónia keretében történik ez meg. És azt vették észre a régészek, hogyha visszafelé haladnak az időben, hogy egyszer csak ha tetszik előre, hogy az emberi temetés után megjelennek olyan szokások, azért eltelik egy kis idő persze, amikor kutyát is temet az ember. Ez a temetés, ez pedig itt egyébként egy ilyen temetett ember melletti kis kutya kölyköt lehet látni, nem jól lehet látni, mert kicike az egész, de tessék elképzelni, ott van a feje mellett a keze alatt, ami arra utal, hogy itt valami nagyon szoros bizalmi kapcsolat van a kutya és a gazdája között, hogyha ezt a ceremóniát kiterjesztjük egy olyan lényre, aki azért mégiscsak eléggé, hogy mondjam, különbözik tőlünk, és azóta hát a régészeket nagyon aktívan űzik a szakmájukat szerencsére, és rengeteg ilyen példa van, ez pont az egyik legidősebb, tehát ilyen 12 ezer évvel ezelőtti a mai Izrael területén található sír, de sok ilyen példa van Európából is, meg máshonnan. Tehát az ember tényleg, hogy ilyeneket lát, ezek vitatott, sok vita van itt is, de mégiscsak arra gondolunk, hogy itt valami nagyon speciális viszony van kutya és ember között, már nagyon régóta. A történet az csúnyán bemutatva ugye így néz ki, hogy vannak ezek a... ugye ez egy biológiai nonsens, hogy kutyafélék, valójában farkasféléket kéne mondani, de kutyaféléknek hívjuk őket. Tehát olyan farkas típusú fajok, jelesül ugye az Amerikában élő kojot, vagy az Európában és Amerikában élő farkas, vagy a kicsit Európa és Ázsia déli területén élő sakál, meg Afrikában is. Tehát ezek mind igazából ugye kutyafélék, akik körülbelül egy ilyen jó néhány millió éve élnek a Földön, legalábbis a mai tudásunk szerint, és nagyon hasonló, tehát egy nagyon hasonló formák, általában mindegyik nagyon szociális, a szocialitás különböző bonyolultságát családi szinten adják elő, tehát a legszociálisabb a farkas tekinthető, de nagyon sokféle farkas van a világban, tehát ők is különböző mértékben szociálisak,
És ez ők nagyon dinamikusan élnek, tehát én nem mesélem az egész történet, amit erről lehet tudni, de az a furcsa esemény történik körülbelül ilyen 20-30 évvel ezelőtt, hogy megjelenik egy ilyen furcsa farkas, ez a kutya, amelyik főleg ott jelenik, ahol emberek vannak, és nagyon komoly változásokon megy keresztül, viszonylag rövid idő alatt, ugye a viszonylag rövid idő az ilyenkor azért egy pár ezer év, mondjuk inkább azt, hogy 10 000, hogyha 20 000 vagy a 30-at fogadjuk el kezdetnek. És először persze nagyon egyformák ezek a kutyák, de aztán az utóbbi időben, hát utóbbi idő alatt értsünk mondjuk most 2-3 000 évet, nagyon sokféle fajta formájú kutya lesz. Ugye, amit tudunk ilyen szempontból, az főleg a csontokból adódik, tehát merül a viselkedésről nem sokat tudunk közvetlenül, de hát ha csak arra gondolok, hogy a rómaiaknak már milyen sokféle kutyája volt, akkor ez azért az a példa, ez teljesen jól megállja a helyét. Tehát egyszer csak egy nagyon furcsa ilyen, hogy mondjam, tehát egy ilyen változatosság kezd kilakulni kutya tekintetében. Akkor az a kérdés lehetne esetleg föl, vagy merülhetne föl, hogy mi az, hogy kutya? Tehát egyáltalán mit gondolunk ez alatt, hogy kutya? És nagyon fontos, hogy a kutya, és ez ugye megint csak elhangzott, és nagyon sokszor nagyon jó, hogy mindenki ezt tényleg tudja, csak aztán nem mindig tudja, amikor gyakorlatban, hogy a kutya valóban egy különálló lény, abban az értelemben, hogy genetikailag, tehát öröklött információ tekintetében eltér a farkastól. És ezért aztán azt jelenti, hogy a kutyából nem lesz szalonna, ezt ki lehetne forgatni, hogy farkasból sem lesz soha kutya. Bárhogy is szelidítjük meg a farkast, attól függetlenül a környezet hatására ebből nem lesz ilyen változás. Aztán persze rendkívül sokféle kutya van egyébként is. Tehát ha eltekintünk ettől a farkas rokonságtól, akkor nagyon sokféle van. Ezért ugye azt hangsúlyozni kell, hogy amikor én kutyákról beszélek, akkor általában arról a kutyáról beszélem, amelyik az emberrel él. Családban él, valamennyire a közösségben él, tehát van gyerek kölyökkorától kezdve szociális kapcsolata. És nem pedig egy kóbor kutya. A kóbor kutyáról mi azt gondoljuk, hogy valójában az, hogy vannak kóbor kutyák is a világ szerte, akár a létszámok sokszor úgy becsülik, hogy nagyobb, mint a családban élő kutyák száma. Ez egy másodlagos folyamat. Persze vesznek el kutyák, és sajnos az ember van annyira rendetlen a környezetében, hogy a kóbor kutyák számára rendkívül sok táplálék lehetőséget kínál, de ez nem az izgalmas kérdés a kutya kutatás szempontjából, az izgalmas az mégiscsak a családban élő kutyáknak a leírása. És aztán persze ugye vannak kutyafajták, tehát lehet azt mondani, hogy van ugye a csivava, meg van a német dog, meg mindenféle kutyák vannak. Igen, ezekben mind van nagyon fontos különbség, az etológust érdekelheti ez is, de mégiscsak általában azt gondoljuk, hogy azért van a kutyákban valamilyen közös tulajdonság, és minket ez érdekel elsősorban. Tehát amikor kutyáról beszélünk, akkor tessék egy ilyen átlagos, ha adott esetben azt is lehetne egy keverék kutyát elképzelni, amelyik a családban nő fel, ami kutatásunkban egyébként nagyon sokféle kutya fajta vesz részt, és keverék kutya is. Tehát végül is, ami minket izgat, az mégiscsak az a családi kutya, aki kellő tapasztalatokkal bír. Ez csak arra vonatkozó példa, nem fogok ebben nagyon belemenni, hogy a kutya és a farkas között, ha megkérdezzük egy genetikust, tehát aki a DNS-sel foglalkozik, hogy mekkora a különbség, ő azt fogja mondani, hogy 0,3. A szám önmagában nem érdekes, olyan szempontból érdekes, hogy a csimpánz az ember között 1% van különbség, genetikai különbség. Ugye ehhez képest azért mi is azt gondolnánk, hogy azért az ember és a csimpánz között, ha mindenki próbálhatja, hogy a csimpánz mellé odáll és nézik magyarás a tükörben, akkor úgy gondolja, hogy kicsit több a különbség, mint 1%. Most minket ugye a kutya érdekel, és még azt mondhatnánk, hogy a 0,3 ez milyen picike, ugye? Farkashoz képest. És mégis mekkora nagy a különbség, hogyha a kutyát és farkas hasonlítok össze. Tehát ez egy fontos dolog biológiailag, megint csak, hogy kicsi a különbség, de annak nagy következménye van. Ugye azt a példát, gondolkoztam, milyen példát hozzak, nem lesz jó a példa, de ugye ha az ember lottózik például, és meg kihúzzák a, nem tudom, az ötösnek a számait, és az egyik számot az ember csak egyel nem találja el, tehát mit tudom én, a 85 helyett 86-ot ír be, ez nem egy nagy különbség igazából, ugye meg lehetne próbálni oda menni, hogy de hát én majdnem eltaláltam, de nem ez történik, ugye ahelyett, hogy megnyernénk az öt találatost, akkor hát csak egy szerényebb 4 találatosra érjük be. Tehát óriási különbséget tud okozni egy kicsi különbség is, amikor az ember
megfigyeli. Tehát ez ne tévesszen meg senkit, csak azért mondom, mert nagyon sok könyvben úgy érvelnek, hogy ó, hát a kutya meg a farkas az genetikailag nagyon hasonló, igen, nagyon hasonló, de közöttük lényeges különbségek vannak. A történetek arról szólnak, hogy ugye szóba kerül sokszor, hogy valójában most, ha ez a kicsi különbség van, és a kutya az nagyon hasonlít a farkashoz, akkor ugye igazából nekünk egy szelíd farkasunk van otthon. Én ezt úgy pirossal bekereteztem, és mindig azt szoktam mondani, hogy nem. Nagyon fontos, hogy nem kell szegény idős hölgyeket azzal riogatni, hogy amikor ők vesznek maguknak, vagy kapnak a szomszédtól egy kis aranyos kis bolognézét, vagy kis uszkárt, hogy valójában ők most egy hatalmas farkast vásároltak, csak ez be van gyömöszölve ebbe a kis aranyos országba, és akkor ennek megfelelően kell vele viselkedni, tehát akkor most ottan el kell játszani a nagyon komoly farkas vezért, mert hogyha ez nem történik meg, akkor az uszkár az majd a fejükre fog nőni. A uszkár a fejükre nő adott esetben, de nem ezért. Egyébként. Tehát magyarul a kutya az pontosan arra van kitalálva, hogy egy családban működjön, persze meg kell adni neki a megfelelő tapasztalatokat, de nem kell úgy felfogni, mint az a típusú régi megközelítés, amit itt is lehet látni, hogy a farkas falkát úgy kell elképzelni, hogy ilyen hatalmas küzdelmek és ilyen, minthogyha vér folyna állandóan, és minden nap a farkas csak azzal ébred, hogy hogy tudná ő megszerezni a vezető pozíciót a falkában. Ugyanis az a furcsa helyzet van, hogy mind ezek a régi történetek a farkasról, ezek egy hibás elképzelésen alapszanak. Ugyanis a farkas meglepő módon az egy családban élő, kedves, aranyos faj. A farkasok nagyon szeretik a kölykeiket, a kölykök nagyon szeretik a szülőket. Az egész családnak az a célja, hogy sikeres család legyen, azaz minél több kölyköt neveljenek fel, és ezek a felnőtt kölykök, ezek elmennek aztán a falkából, és majd egy külön más helyen alapítanak egy másik falkát. Ez nem azt jelenti persze, hogy ne lenne vita egy farkas falkán belül. Hát persze, hogy van vita. Hát otthon nincs vita, akár gyerekek között, akár papa-mama között, vagy mama-papa és gyerekek között. Arról például, hogy adott esetben nem tudom én ki, eheti meg a utolsó falatot egy süteményből, vagy ki fog játszani azzal a játékkal, vagy ki szerezi meg azt a könyvet. Persze, hogy van vita, de a család pontosan arra van kitalálva, hogy ezeket a vitánkat a lehető legbékésebben oldja meg, és a farkasok is egyébként ezt csinálják, tehát többen nagy gyakorlatuk van, hogy ha éppen kicsit összevesztek, akkor utána kibékülnek, megvannak ezeknek a látható viselkedési jelei, és a falka pedig utána, vagy a család adott esetben működik tovább. Tehát az a fajta tan, hogy a farkasok egy ilyen, mondom, hatalomra törekvése, az most még pláne nem csak, hogy egy eleve ugye hibás, hanem ezt a kutyán próbáljuk megalkalmazni, aki végképp nem tud az egészről semmit, mert ő nem farkas, és ezt ő nem érti. Ez egy nagyon kellemetlen helyzetet idéz elő, és ezt én mindig szoktam mondani, mert még mindig vannak olyan gondolatok, akár Magyarországon, de nem csak nálunk, külföldön is elsősorban, akik azt mondják, hogy igen, a gazda az egy vezér szerepben kell, hogy legyen, mert ha nem vezér, akkor ottan dráma lesz, és nem fogja tudni megvalósítani az együttést a kutyával. Ezt a kutyák nevében szeretném kicsit kikérni magunknak. Amit mi csináltunk Budapesten, csak közben most teszem, hogy valamit elfelejtettem, de ezt a menet közben megoldom, az, hogy ugye sok legenda van a farkasokról a világban, és pont ezért a kutatásunk egyik célja az volt, mikor elkezdtük, hogy mi is kicsit ismerkedjünk ezzel a területtel. Ezért azt csináltuk, amit a képeken is már lehet azért látni, hogy farkasokat neveltek fel a kolléganők, és a farkas nevelés közben próbáltuk ugye azokat a tapasztalatokat megszerezni, hogy egyáltalán egy szelíd farkas és egy szelíd kutya között milyen különbség van. És hát van különbség, majd mindjárt mutatok is egy másik videót, amíg ez közben itt feléled. De itt lehet látni egy-két képet, hogy Kubiny Enikő, Virányi Zsófi, mind a ketten azóta már nagyon híres kutatók, Enikő velünk dolgozik, Zsófi pedig Ausztriában éppen nevelik a farkas kölyköket, és itt van egy ilyen egész farkas kölyök csapat ott fönn a kép sarkában, és azt is lehet látni, hogy hát a farkas kölykök éppen itten ismerkednek a különböző más kutyákkal, gazdákkal. Meg itt a képen azt lehet látni, hogy Zsófi egy picit, hogy mondjam, hát sétál egy farkas kölyökkel a városban, nem kell tovább mondani senkinek. Ezek mind régen történtek, tehát most már igazából talán büntetési hatályukat is vesztették ezek a történetek. Ami érdekes az az, hogy tényleg nagy különbség van,
egyébként farkas és kutya között, és ezt a következő egyszerű kísérletben fogom bemutatni. Remélem, hogy senki nem fogja magát rosszul érezni a tekintetben. Nézzük meg, hogy mi történik akkor, hogyha ezt a furcsa kísérletet csináljuk meg, nagyon egyszerű kísérlet. Van itt egy kis 7,5-8 hetes kutyakölykünk, aki épp úgy szeretettel mindenre nevelte a gazdája, mint a farkaskölyköket. És a teszt, amit csinálunk, az pusztán annyi, hogy a kutyakölyök kap egy ilyen csirkecombot, mint ahogy látható, és amikor a kutyakölyök már éppen azt gondolja, hogy a csirkecomb az az ő következő 2-3 heti táplálékja lesz, akkor itt pont Gácsi Mártát látjuk, megpróbálja nagyon szelíd eszközökkel, tehát semmiféle durva behatás elvenni ezt a ezt a csirket szabott a kutyakölyöktől, és nézzük meg, hogy mi történik. Ez azt hiszem éppen nincsen hang egyébként, vagy levettem, megnézem, hogy nem, ezen most nincsen hang, de nem is feltétlenül baj. Nagyjából mindenki látja, hogy mi történik. Szépen rábeszéljük, ugye? Tehát Márta emelgeti a csontot, közben nézek, simogatja ott esetben a kutyakölyköt. Itt meg kell várni, hogy sokszor azt, hogy a kutyakölyök egyáltalán ténylegesen elkezdjen táplálkozni, tehát lássuk azt, hogy ő elhiszi ezt a dolgot, és igazából hát lehet látni, elveszik tőle, és semmi probléma nincsen belőle. Na most nézzük meg, hogy egy 5 hetes, sokkal fiatalabb farkaskölyök egy hasonló helyzetben hogy reagál. Itt az a fontos, hogy azt kell látni, hogy ezeket a farkaskölyöket ugyanúgy nevelik a gazdájuk, mintha kutya lenne. Tehát semmi különbség nincs. Nagy szeretet, nagy segítség, nagy boldogság, egész nap együtt vannak, mindenhová viszik őket, amit lehet. Tényleg együtt csinálnak a gazdák és ezek a pici kölykök, és nézzük meg, hogy itt most úgy leszek, le kell, majd meglátom, lehalkítom esetleg közben, hogy mi történik. Itt most még egyre arról van szó, hogy Márta fogja a farkaskölyköt, mindjárt lerakják a földre. Ott van, ez most nem éppen egy comb, hanem egy hát darab, de szerintem ez lényegtelen. A farkaskölyök elkezd táplálkozni, megint csak nagy boldogsággal nyilvánvalóan, és a feladat az Borinak most ebben a kísérletben, hogy vegye el tőle azt a bizonyos húsdarabot, és meg lehet látni, hogy a farkaskölyök nagyon máshogy viselkedik. Én el is halkulok, hogy lehessen hallani az esetleges zajokat, amik itten termelődnek közben. Tehát nem csak arról van szó, hogy nem engedi, már a közelébe, ha megy a kísérletvezető, már akkor eléggé, hogy mondjam, visszahúzódó lesz, és úgy gondolja, hogy itt egy potenciális versenyről van szó. És az ember nem is gondolná, hogy milyen hang jön ki egy kis farkasból. Tehát a hang nagyobb, mint maga a farkas. Nagyon félelmetes, ugye? Legalábbis mi azért kiképzett szakemberekről van szó, tehát azért nem kell félni, nem fog, semmi baj nem történik. Ugye a simogatása is így reagál a farkas, tehát még külön föl is morog, hogy mi azt nyavaját akarsz te, amikor én itten vagyok ezzel a gyönyörű szép csirke farháttal. Tehát itt nem lehet itt viccelni a farkasoknál. Most már azt mondják a kísérletezetők, hogy most már inkább hagyjuk ezt abba, de aztán a Bori nagyon kitartó, mert megnézzük, hogy tényleg el tudja venni, és majd lesz egy ilyen. És akkor most egy ilyen most már kénytelenül elválasztani, mert kisednek vége van, akkor így szedjük le a farkast róla, viszonylag barátságos módon. Okay. No. Tehát ennek a videónak az a tanulsága, hogy hát sok tanulsága van. Az egyik az az, hogy ne tessék szívesen otthon farkast nevelni. Ugye azért nem, mert akik ezeket a farkasokat nevelték, azoknak több éves kiképzésük volt farkas és kutya nevelésből. Ők pontosan tudták, hogy mit lehet csinálni és mit nem. És ugyanakkor ez a kis farkas, ez egy nagyon szelíd kis farkas volt, mi sokat dolgoztunk velük. Volt olyan néhány helyzet, például amikor hús volt, amikor
hirtelen ő nagyon farkasként viselkedett, és ott nem lehetett viccelni, legalábbis hát láthatóan azért a videó is mutatta, hogy mennyire óvatosan kell ilyenkor eljárni. Tehát, és ott volt az a kölyökkutya, aki ugyanúgy megvédhette volna azt a csirkecombot, ugyanúgy reagálhatott volna, mindenre megvan szája, foga, hangja, és mégsem csinált semmit. Tehát ez mutatja azt, hogy itt nagyon komoly genetikai különbségek vannak, és ezért szokták ugye azt nagyon helytelenten a biológusok, amikor valaki ilyen kvázi kihívásként éli azt meg, hogy most úgymond megszét egy farkast, és nem beszél valami Magyarországon farkas védett, tehát nem is tehetne ilyet meg hivatalosan, de tudjuk azt, hogy azért a kertek végében rókák, farkasok vannak, és nem Magyarország nem ilyen szempontból a fő probléma, hanem például Amerikában nagy divat ez a típusú, hogy mondjam, életmód, hogy az ember farkasokat szelídít, abból aztán nagyon sok probléma van, és általában az állat szempontjából nagyon sok negatív albummal jár. Nézzük meg egy picit egy másik kísérletet, ami erről a dologról szól, hogy kutya és farkas között milyen különbségek lehetnek. Ebben a kísérletben azt csináltuk, hogy meg kell tanulnia a farkasnak, a kutyának azt, hogy kell kihúzni egy madzagot ebből a ketrecből. Itt lehet egyébként látni, van ez a ketrecünk, itt van ez a madzag. A madzag végén van egy kis darab hús, és hát azért picit kell gyakorolni ezt a kihúzást, nem bonyolult a feladat, de kell rajta dolgozni, hogy az kijöjjön onnan. Tehát ezt megtanítjuk, itt éppen Kis Anita tanítja ezt a farkast arra, hogy hogyan kell kihúzni ketrecből ezt a kis madzagot, és akkor meg lehet tenni jutalmat a végén. Ezt gyorsan megtanulják. Utána jön a trükkös etológus, és azt csinálja, hogy fogja ezt a madzagot, és oda kötözi a ketrechez. Tehát hiába húzza a szegény kis állat mostantól a madzagot, nem fogja tudni kihúzni. És minket az érdekelt, hogy ugye ha az ember belekerül egy ilyen problémába, és az ember lehet egy kutya, egy gyerek, egy farkas, akkor mit csinál? Tehát több megoldás van. Az egyik megoldás, hogy megpróbálja megoldani a problémát. A másik megoldás, hogy mi a másik megoldás? Ha az ember nem tud megoldani a problémát, akkor mit csinál? Segítséget kér. Így van. Tehát a kérdés ugye az, hogy segítséget kérnek-e a kutyák, segítséget kérnek-e a farkasok. Hát ha megnézzük ezeket a videókat, akkor elég jól lehet látni a különbséget farkas és kutya között. Nézzünk egy általános kutya megoldást. Tehát egy kis kölyök belga juhászkutya, aki már az utolsó ebben a bizonyos megoldhatatlan problémával szembesül, persze ezt ő nem tudja. Itt van a madzag, és oda kötöztük a madzagot a ketrec aljára, tehát ő elkezdi húzni, és már lehet is látni, hogy húzza is, itt a mancsával a szájába is veszi, de nem jön ki. Már ilyenkor már rég kijött volna, hogyha nem lenne oda kötözve, és nem történik semmi, kicsit még dolgozik az ügyön, ugye megint meghúzza, megint nem történik semmi, és hoppá, itt van ez a bizonyos furcsa viselkedés, a kutya segítséget kér. Rá, ott hagyja a dolgot, azt mondja, hogy nem megy, figyelj, jó lenne, ha már csinálnál valamit, mert itt én most elakadtam. Eddig tartott a tudásom. És ez a visszanézés, ugye, amit etológus persze nem mindennyiféle leírásra szokott említeni, ez lesz a segítségkérésnek az első mozzanata. Innen tudják a gazdák nagyon sokszor, hogy a kutyának segítségre van szüksége, ránézi ilyen kis kedves arccal, és a gazda ilyenkor oda megy, és na akkor segítek neked, kibogozom azt a csomót, megoldom a problémát. Nézzük, mit csinál egy farkas, hogyha ilyen helyzetbe kerül. Ezt most leveszem a hangot, mert ez most zavarni fog itt minket. Tehát itt látható a farkas, ugyanez a szituáció, ugyanaz a helyzet, madzag oda van erősítve. Farkas korban is nagyjából hasonló, mint az előbb látott kutya. És hát ezek a ketrecek, ezt nem tudom, hogy kicipelt már ilyen kutya ketrecet véletlenül, ezek baromi nehezek. Tehát ezeket nem, az ember nem rohangászik vele több száz métert vidáman. És ennek kellene ez a kölyök farkas nem adja fel a problémát, küzd vele, húzza, matatja, rángatja, az egész ketrec persze közben eljön. A gazdát majdnem elüti, ugye lehet látni, ott van a farkasnak az aktuális gazdája a pórház végén. Ő segítene, tehát nem az a baj, hogy a gazda nem tudná bevonódni a helyzetbe, a farkas egyszerűen nem kér segítséget. Ő úgy gondolja, hogy ez az ő kis táplálék darabkája, ugye húscapata, ezt ő majd megszerzi. Sőt, ha ilyenkor a gazdák és ugye az előbb is lehetett látni, megpróbál segíteni. Tehát oda megy, hogy akkor nagyon majd én ugye megfogom, azt a farkasok úgy fogják fel, mintha ő egy versenytárs lenne, tehát magyarul, mintha el akarnák tőle venni azt a táplálékot, tehát ezzel is nagyon vigyázni kell, hogy az ember, ha jó szándékból segít is a farkasnak, akkor azért előfordul bizony, hogy bajba kerül. Nem azért, mert a farkas
hogy milyen bántani szeretné, hanem mert azt gondolja, hogy abban a helyzetben ő egy versenytárs, és nem pedig segítséget nyújt. Farkasok nem igazán értik mindig ezt a segítség problémát. Vannak olyan felfogások, amelyek azt mondják, hogy hát a kutya az ilyen gyerekszerű valami. Elnézést kell a gyerekektől, de tényleg vannak ilyen összehasonlítások, és nagyon sok olyan kutyakönyv van, ahol valóban hát erre ténylegesen hivatkoznak is, hogy a kutya azt úgy kell elképzelni, mint egyfajta gyereket, és az is igaz valójában, hogyha az ember megnézi, felnőttként meg kicsit kutyásként is, nagyon sok hasonlóság van gyerek és kutya között. Ezt nem vitatja senki. Ugyanúgy, ahogy nagyon sok hasonlóság van kutya és falka között is, ahogy előbb elmondtam, azt ugye én a különbségre helyeztem a hangsúlyt, de nyilvánvalóan rengeteg hasonló viselkedés forma van. Tehát ez a gyerek-kutya hasonlóság, ez nem feltűnő rossz, csak nem biztos azt kell gondolni emögött, hogy valójában maga az a szerep is, amit a kutya betölt, funkció tekintetében, az egy gyerek szerep. Lehet úgy kezelni őt, lehet azt a felfogást képviselni, sokan ugye azért is választanak kutyát, mert azt gondolják, hogy a család kiszaladt, elmentek, unokák nem születtek, külföldre mentek, egyedül maradtam, és akkor veszek magam mellé egy kutyát, és azt gondolom, hogy ő az én unokám, gyerekem, stb. De azért ezzel az elképzeléssel is vannak problémák, majd erről picit még beszélünk a következőben. Tehát valójában a kérdés az valahogy úgy jelentkezik, hogy mit tudunk erről a kutya a gyerek hasonlóságról, és ha megnézzük ezt, akkor valójában egy nagyon fontos, és ez most nagyon sok szöveg, elnézést kérek ettől, nagyon fontos megállapítás, hogy vannak hasonlóságok kutya és gyerek között, és én rögtön mutatok egy példát a sok szöveg helyett, és közben elmondom ezt, amit föl van írva, vagy fölírtam. Ez a hasonlóság egy olyan viselkedés formában nyilvánul meg nagyon elegáns módon, amit úgy hívunk, hogy kötődés. Mit jelent az, hogy kötődés? Hát a kötődés, és most itt először egy gyerekek és édesanyjuk közötti videót fogunk megnézni. A kötődés az azt jelenti, hogy az egyednek, legyen az egyébként felnőtt vagy gyerek, van egyfajta biztonságra való vágya, és ezt a biztonság utáni vágyat, ami minden szociális állatnak, beleértve embert is a természetes igénye, ezt ő úgy fejezi ki, hogy az számára ismert társak, mondjuk egy gyerek esetében ez nyilván a mama, papa lesz elsősorban, azoknak a közelsége biztonságot fog jelenteni számára. Tehát itt azt látható, hogy ez egy kísérletes megfigyelés, hogy a mama a gyerek kis gyerekkel most játszik, és majd látjuk azt, hogy ahogy az idegen, ugye egy potenciális veszélyforrás megjelenik a környezetében, a gyerek viselkedése is megváltozik. Ráadásul, hogyha mamáját picit is úgy gondolja, majd fogok szólni, amikor odaér a videó, úgy érzi, hogy elveszti, azaz a mama elkezd eltűnni a képből, akkor a gyerek nagyon megijed, és ez az ijedtséget úgy mutatja be, hogy megpróbál a mama után futni, vagy jelen pillanatban mászni. Tehát most azt látjuk éppen, hogy a mama hát itt beállítja a kiseti helyzetet, hogy is kell a kisbabának éppen lenni. Itt jön most a veszélyforrás. A veszélyforrás egy nagyon kedves másik hölgy, tehát semmi igazi veszély nincsen. De a gyerekek ezt már úgy élik meg, nagyon figyelik például, tehát lehet látni, hogy borzasztóan izgatja őket, hogy most ki is az illető. Megnézik, majd ő vissza fog fordulni a mamára, majd most nem látszik itt a képen, hogy mit is szól hozzá. Itt játszanak ugyanaz idegennel, tehát most úgy néz ki, mintha baba jól érezné magát, nincs semmi probléma, mama ott van a közelben, mamával kapcsolatot tartunk, tehát látszik az, hogy ugye oda bújik hozzá, vagy odaadja, bocsánat, azt a tárgyat, és mostanség figyelni, mama elmegy, éppen játék közben vagyunk, és abban a pillanatban a baba elindul és megpróbál a mamához közeledni, erre nem lesz módja, mert mama becsukja az ajtót, és hát most nem halljuk, egy óriási ordítást lehetne hallani, nem is baj, hogy a hang nem volt fölcsavarva, tehát a gyerek rögtön jelzi azt, hogy az a biztonságot adó forrás az eltűnik. Ez egy nagyon fontos egyébként, ezt ma, miután nagyon sok hölgy és leendő hölgy, meg már mama van itt a körünkben, nagyon fontos, hogy a mamáknak ezt nagyon kell tudni, elvileg ezt nagyon kéne érezni, és nem mindenki érzi, de ha nem érzi, akkor legalább tudja, hogy ők a legfontosabb részei a papákkal egyébként együtt a gyerek számára, mert ők nyújtják azt a biztonságot, amit egy kicsi baba és nagyon sokáig a felnőtté válásig egyébként szükség van, ez egy biológiai szükséglet, ugyanúgy, ahogy a mosás, vasalás, meg egyéb is ugye nyilvánvalóan, meg táplálás, de a biztonság az egy nagyon fontos szükséglet a gyereknek. Na most, hogy jön ez ide a mi történetünk? Viszont úgy kapcsolódik ide, hogyha megnézzük
Ugyanebben a kísérleti helyzetben, és most keresek egy kutyás felvételt, mondjuk a Lucát, akkor egy hasonló, nagyon hasonló kísérben, nem a Lucát, nem a Bukot szeretném, inkább őt fogom bemutatni, mert most nekünk jobb lesz. Tehát egy nagyon hasonló helyzetben, picit a labor persze kicsit másképp nézni, akkoriban nekünk nem volt még pénzünk és lehetőségünk elegáns szobákra, de most már szerencsére azért az is van, csak hogy itt most azt látjuk, hogy a gazda és a kutya játszik, és egyelőre mondjuk azt, hogy picit kedvenek, jól érzik magukat ebben a helyzetben, és bejön ez a veszély, ugye, az idegen, aki megint egy nagyon kedves hölgy, és hát ott az ajtónál kicsit áldogál, és azt próbáljuk megnézni, hogy a kutya hogyan reagál erre, és ha ezt a kísérletet az ember levezeti, vagy megcsinálja, akkor nagyon hasonló viselkedéseket fogunk látni. Tehát például a kutyák is ugye persze picit ránéznek az idegenre, de azért hol érzi jól magát egy kutya egy ilyen helyzetben, mégiscsak esetleg a gazdához közelebb. Ez a kutya speciál most inkább az ajtót választja, amivel megnézíti azt, hogy aztán az idegen majd ott kell kimennie, majd lehet is látni, ebből lesz némi kalamajka. De hát az élet az ilyen, hogy a kísérlet tehát sem lehet teljesen 100%-osan megoldani. Itt most éppen azt látjuk, hogy az idegen megpróbál a kutyával egy kicsit játszani. Most ez a kutya egy olyan kutya, amely nem olyan szeret idegenekkel játszani, még akkor sem, ha ott van a gazdája, de amúgy egyébként azért hogy elég jól elvannak, és aztán majd meg lehet látni, vagy meglátjuk azt is, amikor a gazda elindul kifelé, akkor a kutya nagyon elkezd aggódni. Tehát a kutya számára a gazda az egy épp olyan biztonságot nyújtó társ, mint a gyerekek számára a szülő, és a családtagok persze, és mindenki más, aztán a gyerekek idősebbek kiválnak. Tehát lehet látni, hogy itt az idegen nem tudja megnyugtatni a kutyát, ugyanúgy, ahogy a másik videón a idegen hölgy se tudta megnyugtatni a gyereket, a kutyának, ha tetszik, ez aggódását az mutatja, hogy ott áll az ajtónál, és várja vissza a gazdát. Tehát azt akartam csak ezzel mondani, hogy valójában itt nagyon sok olyan hasonlóság van, ami a kutya és az ember, vagy a kutya és a gyerek között van, azonban ezen a tesznek egy-két év felvétel abból a tesztből, azonban valójában, ha megnézzük, a kutya ugye részben farkas, részben talán gyerek is, funkció, tehát sokféle hasonlóság van, de nagyon sok egyéb tulajdonság is van a kutyának. Tehát például az, hogy a kutyának van egy olyan dolga, hogy vannak neki fajtásai. Tehát a kutyának azért azt mondjuk, hogy az ember a legjobb barátja, vagy az embernek a kutya a legjobb barátja, de a kutya ahhoz, hogy kutya maradhasson, azért bizonyos funkciókat a fajtásokkal kell megoldani, ilyen a szaporodás, és egy csomó egyéb tapasztalat is. Mindenki tudja, hogy akinek a kutyája nem találkozik más kutyákkal, abból nagyon sok probléma van kutya viselkedés tekintve. Aztán van egy másik érdekes aspektus, ugye ez is elhangzott a korábbi példákban, hogy az mit mond a vakember, ugye, amikor megkezdik, hogy nem akarna inkább egy embert, hogy jobban megbízik a kutyában. Tehát a bizalom, ugye ugyanúgy, ahogy a gyerek megbízik a szülőben, a kutya megbízik a gazdában, a bizalom az valójában egy felnőtt egyed, felnőtt ember irányában tud igazán megnyilvánulni. Az ember persze megbízik a másfél gyerekében is, de azért ez egy másfajta bizalom, lássuk be, és nem keresünk nála a menedéket, és nem gondoljuk, hogy megoldja helyettünk a problémákat. Egy felnőttben meg tudunk bízni, ha az a társunk. És a vakember is nagyon őszintén is helyesen mondja, hogy igen, ő annyira megbízik a kutyában, hogy a kutya majdnem, hogy egy munkát végez a számára, egy szolgáltatást csúnyán kifejezve, és ez megbízhatóan csinálja. A hírekben meglepően kevés olyan történet van, hála Istennek, hogy vak embereket azért üt el az autó, mondjuk, mert a kutya hibájából kifolyólag. Nem, azért üt el embereket az autó, mert mindenki hibázik, lelép a pirosnál, csomó rosszat csinál, speciál a kutya nem fog a piroson átvezetni egy vakot, mert ő neki ebben kicsit nagyobb a rutinja, a felelőssége, mert ő benne meg lehet bízni. Hányan vagyunk mi is, akik ugye már nem bírjuk kivárni, hogy most már válts az a lámpa, és inkább átrohanunk, aztán néha ebből problémák származnak. Tehát ez egy felnőtt jószág, felnőtt valaki ez a kutya, hiszen ilyet is tud csinálni. Tehát biológiai értelemben mégiscsak egy felnőtt, és ha az ember így gondolkodik, hogy esetleg egy felnőttről van szó, akkor mi lenne a legjobb viszonyunk a kutyával? Hát ez az ősi mondás. Tehát itt nincsen semmiféle csoda. Lehet azt mondani, hogy a kutya falkas, lehet azt mondani, hogy a kutya egy gyerek, de én azt szeretném, vagy pontosan amellett próbálnék érvelni, hogy a kutyáról az a legjobb, ha már valamit akarom mondani róla, hogy a kutya az ember legjobb barátja. A barát szóban valahogy benne van az, hogy egy felnőtt, valaki, nagy társunk egyben, egy komoly társunk, akire lehet számítani adott esetben a bajban, mert
ez igazából a barátságnak a lényege is, hogy bajban tudunk vele tudunk rá számítani, együtt tudunk vele működni, és ami nagyon fontos a barátságban, ezt mindenkinek van barátja, tudja, hogy a barátságért borzasztóan meg kell dolgozni, és csak akkor marad a kutya a mi barátunk, hogyha ezért teszünk, ha tetszik, minden nap, és ez a dolog, ez kölcsönös, tehát a kutya is tesz érte, és ráadásul, ami szintén nem azért csinálja, hogy ezért bármiféle, ellenszolgáltatást kapjon. Tehát nem azért hívom fel a barátomat mondjuk telefonon, vagy nem azért megyek el vele focizni, hogy majd már kiszámolom, hogy na, ha ma én elmegyek veled focizni, akkor majd te holnap eljössz velem focizni. Nem azért megyek el vele, azért megyek el vele, mert jól érzem magam vele, együtt, meg hát nyilván a többi barátommal is, és ha esetleg majd baj lesz, bajba kerülök, ne adj Isten, ez sem gondolja az ember sose végig, de akkor ismeri meg igazán ugye a barátokat, szokták is mondani, hogyha bajban valaki segít. De ez előfordul egy barátságban, de nem erre épül a barátság. Most a kutyánál is ez a szerintem a jó dolog, hogyha úgy fogjuk fel, hogy egy barátot akarunk magunknak, és az idézetek nagy része is igazából erről szólt, akkor valójában ez egy folyamatos befektetés. Tehát az akarjon magának kutyát, akár az illető egy kisgyerek, akár egy felnőtt, hogyha ő barátot szeretne magának. Ha valaki csak azt szeretné, hogy egy szőnyeget akar, tehát hogy amit lehet simogatni, vannak szőnyegek, meg lehet venni különböző árfekvésben, különböző áruházakban, akkor tessék azt venni. Hogyha valaki, nem tudom én, azt akar, unatkozik futás közben, akkor vegyen a mobiltelefon, dugja be a fülébe és hallgassa, és akkor tud, nem unatkozik annyira futás közben. Tehát a kutyának az a funkciója mindig is az volt, hogy egy társ, egy igazi társ, és nem egy olyan társ, aki mondjuk, most úgy mondom, hogy gyerek helyzetben van, hogy őt el kell kényezni, mert barátját nem kényezteti el, a baráttal sokszor ember őszinte, sokszor szigorú, sokszor pont azért nem csinál meg valamit egy barátnak, mert úgy gondolja, hogy ez a barátnak jó. Tehát fölvállal konfliktusokat is. Nem kényeztetjük el a barátunkat igazából, a baráttal valahogy egy ilyen kicsit egyenrangú viszonyban vagyunk. És ezért is gondolom, ez egy jobb elképzelés, mint akár a farkas, akár a kutya. Hát itt a barátságról mondom, sokat lehet beszélni, én most itt nem akarok ebbe belemenni. Itt egy picit arról talán egy videóval, nem tudom, hogy állunk az idővel, lehet, hogy kicsit már kezdek kifutni, akkor nyugodtan szóljanak. De szeretnék az mindenképpen arra utalni, hogy ez a kutya munka, ez mennyire egy komoly dolog. És a videót, amit mutatok, az egy régi videó lesz, de jól illusztrálja ezt a példát, mégpedig pont a vakvezető kutyákkal kapcsolatos. Régen sokat foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, és ez egy régi felvétel, lehet is látni, az autószakértők ezt gyorsan megállapítják, hogy melyik évben történt körülbelül, meg hát a rendszámokból is lehet látni. Ugye azt látjuk itt, hogy ez egy klasszikus budapesti utca, az autósok klasszikus módon nem foglalkoznak a járda nevű dologgal, tehát ráállnak, keresztbe állnak, mindent csinálnak, amit csak lehet, és amit látunk, ez egy vakvezető kutya és egy vakot vezet, és hogyha nem tudnánk, hogy az illető nem lát, azt gondolnánk, hogy egy teljesen egészséges, normális ember, mert ugyanolyan sebességgel halad, ugyanúgy közlekedik a legkülönbözőbb helyen és formában beálló autóknál, mint hogyha látna, majd mindjárt még levettem még egyszer, és azokat a problémákat is a kutya remekül és gondolkodás nélkül megoldja, amiket hát a útjába kerülnek. És ez egy nagyon fontos együttműködés, mert a kutyán óriási felelősség van, ugye? De ha belegondolunk abba, hogy a kutya nem tudja, hogy mi az egésznek a célja, tehát hiába ők most mennek valahová, de a kutya nem is tudja, hogy éppen hová mennek, ő csak azt, hogy erre kell menni, akkor ez egy valódi együttműködés, és lehet is látni ugye azt a kutya mozgásából, különösen amikor átkelünk az úttesten, hogy a kutya milyen finoman irányítja a gazdát, és persze a vak gazda is azért valami értelemben tudja, ismeri a teret, és ilyen értelemben ő is segíti a kutyának a mozgását. Lehetett látni, hogy az, hogy éppen hol áll egy autó, azt nyilván a vakember nem látja, és ilyen értelemben ő teljesen rá kell, hogy bízza magát a kutyát, és lehetett látni pont egy pillanatra, hogy milyen, itt még vissza is megyek egy pillanatra, hogy jó, opá, még itt ide megyünk vissza. Itt van ugye az a, nem, már mindig leérek, már akkor most még visszamegyünk. Amikor ráfordul a járdára az illető, ugye lehet látni azt a pillanatot, hogy a kutya megtorpan, és szépen megáll, megvárja, hogy a vakember odaérjen,
És utána, amikor oké, te most már itt vagy, na, akkor megyünk tovább, akkor megint én mondom, hogy mi a helyzet, és azzal, hogy hogyan finoman mozog, tulajdonképpen nagyon szűk helyeken el tudja navigálni, vagy el tudja vezetni a gazdáját. Le is lassít egy picit, hogy ez egy nehezebb szituáció lesz, és nagyon figyeli azt, tehát nem viszi be olyan helyzetekbe, amiből kellemetlensége származhatna az illetőnek. Tehát én szerintem ez egy elég jó példa erre, és nagyon sok hasonló tudnék mondani, ami arról szól, hogy hát bizony, itt egy nagyon szoros barátságról van szó. Egy másik példát is hoztam barátságra, igazából itt ezzel kéne kezdeni, ugye, ami arról szól, hogy, és ez sokszor fölmerül kérdésként is, hogy hasonlít-e a gazda és a kutya? Ugye itt van egy ilyen fénykép, sok ilyen fénykép van fönn az interneten, lehet ilyeneket nézegetni. Ezek a képek általában arról szólnak, hogy igen, van egy ilyen hasonlóság, és persze mindig lehet találni olyan hölgyeket, urakat, akik pont úgy néznek ki, kutyájuk, ugye, vagy legalábbis nagyon hasonlóan elnézést, a pontos kifejezését, tehát mondjuk azt, hogy hasonlítanak rá, nyilván itt orró például eléggé különbözik a képekkel lévő hölgyeknek és a kutyának, de mondjuk ez a haj, meg szőr, stb. Ezt rá lehet fogni. Ez régóta benne van a köztudatban, de etológusokat nem az érdekli, hogy hogy néz ki valaki, és hogy hasonlít-e a társára, barátjára, hanem hogy milyen a személyisége. Tehát magyarul az ő viselkedése az milyen, mennyire hasonlít a másikéra, és barátok között ez megint csak a pszichológusoknak a kutatása, régóta ismert az, hogy az ember olyan barátokat keres magának, és önanéz jól magát, akik hasonlóak. Tehát azok, akik félénkebbek, azok inkább a félénkebb barátok, szeretik, akik az ilyen nagyon szociálisak, mulatósak, azok inkább a mulatós típusú barátokat fogják keresni, akik ilyen kirándulósak és mint a világot felfedezők, azok inkább azokat fogják keresni. Tehát ez jól ismert jelenség, hogy a barátok között van egy ilyen hasonlóság. Egyébként ez vitatott ugyan, de a mai álláspont szerint a házastársak között is inkább ez a hasonlóság a jellemző, és nem pedig az a, hogy pont az ellenkezőt választja valaki, mert ilyen elképzelések is vannak. Na most minket is ez érdekelt. És itt most egy csomó csúnya kifejezés van, ezért arra próbálok csak koncentrálni, hogy nézzük meg ezt a barátságosság kifejezést. Ugye a barátságosság az csak azt jelenti, hogy ki mennyire társaság kedvelő. Tehát akár a kutya szeret például más kutyák között lenni, meg a gazda is ilyen nagy bulizós, mondjuk így időzőjelben. És azt néztük meg ebben a kutatásban, hogy vajon azoknak a gazdáknak, akik azt mondják magukról, hogy ők ilyen barátkozósabbak, a kutyájukról is azt mondják-e, hogy ez ő barátkozósabb, és ezek az görbék, hát én most csúnyán berajzolva, csak azt mutatják, hogy ha a kutyát a gazda úgy értékeli, hogy barátkozóbb, akkor ő maga is kicsit barátkozóbb. Mondjuk pont a barátságnál egy picit lapos ez az egyenes, kicsit meredekebb lehetne éppen, de egy csomó más személyiség vonásnál, most mindegy, például nyitottságnál, ugye a nyitottság az azt jelenti, hogy mennyire érdeklődik valaki a külvilág dolga iránt, azt mondja a gazda, hogy ha én nyitott vagyok, mert magas értéket adom magamnak, az én kutyám is nyitott. Tehát azt úgy tűnik, hogy a gazdák úgy gondolják, hogy a kutya hasonlít rájuk. Eznek persze sok oka lehet. Az egyik ok az, hogy a gazda az mindig a saját képére gondolja a kutyát. Amilyen én vagyok, ugye olyan a kutyám is. Na most Turcsán Borbála, aki ezt a kutatást csinálta, nagyon okos lány, és pont ő is szembesült ez a problémával, hogy hát itt lehet, hogy az egész a gazdának ez a vágya van, hogy ugye hogy ő hasonlít a kutyájához. És ezért azt a trükköt bevetette be, hogy megkeresett olyan gazdákat, akinek két kutyája van, hogy töltsék már ki ugyanezeket a kérdéseket, vagy válasszák meg ezeket a kérdéseket két kutyára. És az a meglepő eredmény kapta a Bori, hogy ha a gazdának két kutyája van, az első kutya, tehát az a kutya, hogy korábban volt a családban, nem sok hasonlóság mutatkozott, tehát itt látható az egy darab fekete vonalunk van, az pont az érzelmi összehangolódás valamilyen szintű összefüggését látjuk. Tehát azt mondjuk, hogy a gazda azt gondolja, hogy az első kutyával a közös személyisége az kicsit szűk, kevesebb vonásban hasonlítanak egymásra, de meglepő módon, ha a második kutyáról kell nyilatkoznia, akkor sok személyiség hasonlóságot mondanak a gazdák. Ez két dolgot jelent. Az egyik az, hogy a gazdák nem hülyék.
Tehát magyarul a gazda nem arról van szó, hogy minden kutyát úgy képzel el, ami vele él, hogy az pont olyan, mint ő, hanem, és ezt egyébként máshogy tapasztaljuk, hogy a gazdák nagyon pontosan le tudják írni a kutyák viselkedését, és objektíven tudnak nyilatkozni bizonyos körül, bizonyos mértékig legalábbis a kutyáról. Tehát itt arról van szó, hogy amikor a kutyáról a gazda mond valamit, az tényleg a kutyának a saját tulajdonsága, vagy ahhoz valami közelálló állapot. A másik, ami izgalmas, hogy akkor most miért van az, ha a gazdáknak most már hihetünk, hogy a második kutya hasonlít. És hát a jelenlegi elméletünk ezzel kapcsolatban az valami olyasmi, hogy hát sokszor előfordul az, hogy az ember ugyan szeret kutyát, de éppen nincsen kutyája. Ezzel oka lehet például akár is, hogy az előző kutya éppen elment, vagy a család nem engedte, vagy mindenféle drámák vannak emberek életében, ahogy így legalábbis hallom. És egyszer csak az történik, hogy szól a szomszéd, vagy éppen találunk a kertben egy kis kölyökutyát, ami bepottyant oda, vagy éppen a rádióban van egy hirdetés, hogy menjünk el a menhelyre, mert örökbe lehet fogadni kutyát. Szóval sok minden helyzet van, egyszer csak lesz egy kutyánk. Nem feltétlenül mi választottuk a kutyát, de valahogy lett nekünk, és szeretjük, és mi kutyánknak tekintjük. Csak hát ugye a kutya megnő, és kiderül, hogy nem a mi fajtánk, azaz nem olyan az a kutya, amilyennek én a kutyát általában elképzelem, ennek megint sok oka lehet, de ez könnyen előfordulhat. És ilyenkor az történik, hogy a gazdákban felgyülemlik az a vágy, hogy jó, ezt a kutyát nyilván megtartom, szeretem, és mindent megadok neki, de mi lenne, ha lenne egy olyan kutyám, amit végre ugye olyan lenne, mint én vagyok, és akkor elkezdenek keresni egy második kutyát, és adott esetben egy harmadik kutyát, az se jön össze, de a második kutya esetében ez a választás már sokkal tudatosabb. Akkor már odafigyel, már kiválasztja a kölyköt, már esetleg olyan fajtát fog választani, ami kicsit olyan viselkedési dinamikával rendelkezik, ami neki közelebb áll testhez, és a második tudatosabban választott kutya már ilyen értelemben hasonlóbb lesz, mint a gazdája. Tehát ez persze egy elmélet, ezt nem tudjuk most bizonyítani, de mindenképpen azt mutatja, hogy a kutya és a gazda között nagyon komoly hasonlóság alakulhat ki, vagy jöhet létre. Adott esetben ugyanúgy, ahogy mikor barátokat választunk. Ugye amikor bekerülünk egy új közösségbe, akkor észrevesszük azokat az illetőket, akik hasonlóak, mint mi vagyunk, és feltétlenül azokkal fogunk barátkozni, és nem azokkal, akik nagyon különbözőek tőlünk. Még egy dolgot szeretnék mesélni, amennyiben van rá időm, nem tudom, van rá időm még? Van? Jó, akkor csak nyugodtan. Tehát egy dolgot mesélnünk, és akkor talán, ha van még kés, arra válaszolni, hogy nagyon sok, és azért szeretném ezt csak elmesélni, ezt a történetet, mert nagyon sok minden lehet csinálni egy kutyával. És én azt tapasztalom, hogy a mai világ egy picit úgy működik, hogy a kutya az persze jó, ha van, meg úgy szeretjük, hú, most van 5 percem, most szeretem a kutyát, most nincs 5 percem, akkor most jaj, de kár, hogy van egy kutyám. És ez így nem működik, ugye barátokkal is, ha ez így van, akkor nem igazán lesz a hosszú barátság. Tehát azzal szeretném mindenkit lelkesíteni, hogy a kutyával tessék foglalkozni, és a kutya nagyon jól tud működni akkor, hogyha megfelelő interakcióban vagyunk vele, és erre szeretnék csak egy példát mutatni. Még a hátrálévő időben, ami valójában az a típusú játék, amit úgy hívunk, hogy csináld utána. Ennek persze mindenféle izgalmas kutatási következménye is eredménye van, de erről most mind nem fog beszélni. A csináld utána játéknak az a lényege, hogy a gazda, aki bármilyen korú és hogy mondjam, nemű és mindenféle lehet, az meg tudja, rá tudja beszélni a kutyát arra egy kicsi kiképző segítségével, tehát itt nyilván akinek nincs kutyás tapasztalata, az kérje a közelben lakó kiképző és egyébnek a segítségét, hogy utánozza azt a viselkedést, amit ő éppen bemutat. És én most mutatok egy-két videófelvételt inkább arról, hogy hogy is kellene ezt elképzelni, mármint az egésznek a végét fogom csak most megmutatni. Ami arról szól, hogy ez maga a végtermék már, tehát hogyan játszunk mi a kutyákkal, hogyha van egy ilyen kutyánk. Ezt úgy hívják egyébként, hogy utánzás. Itt éppen Topály Jóskát látjuk a laboratóriumban, aki különböző akciókat mutat be a Filip nevű kutyának, és a Filip pedig egy parancsszóra, ami úgy hangzik, hogy csináld utána ilyen esetben, utánozza ezeket az akciókat, és hát itt most éppen kicsit várunk is vele, hogy éppen megcsinálta, hogyha megcsinálja, akkor kap egy jutalmat, ilyen esetben egy labdát.
Itt egy másik akciót mutatok be, fogja meg ezt a kis edényt, és odaadja a gazdának. Filip szintén megfogja az edényt, és oda viszi a gazdájának. Megint csak úgy azt mondjuk neki, hogy csináld utána, csináld azt, amit én csináltam. Itt megint egy másik akció lesz most, fogja meg a dobozt, vagy ezt a műanyag kis valamit, és tegye be az edényt abba a dobozba, és Filip ezt is szépen végrehajtja. És ahogy lehet látni, például azt mondja Jóska, hogy akkor most bólintsunk egyet, Filip is fog egyet bólintani, hát a maga Filipes kutya módján persze, és el is kap egy utalmat, de sok mindent lehet csinálni, most pont nem lehet hallani, de mindenki talán látja, hogy ugatni kell neki éppen, tehát ő ugat, mármint az ember ugat, és a kutya is ugat, az ember körbefordul, és ugyanarra a parancsszóra a kutya is körbefordul. Tehát ez a utánzásos eredmény, itt most éppen a Richard demonstrál a kutyának valamit, és ő azt mondja, hogy fogd meg ezt a videókazettát, és tedd fel a székre, ezt ő mutatja, és maga a felszólítás is igazából erről szól. Tehát ezek a kísérletek azt mutatják, hogy a kutya esetében nagyon sokféle lehetőség van arra, hogy bevonjuk őt ezekbe a játékokba. Nem csak a kutya nem csak arra való, hogy mondjuk sétáljuk vele, és akkor közben nekünk éppen nincsen semmi dolgunk, hanem az ember és a gazdának, aki mindenkinek azt tudtam javasolni, hogy próbáljon azon gondolkodni, hogy hogyan tud a kutyával különböző, mondjuk így emberi szempontból játékokat megvalósítani, amit a kutyának is tetszik. Ez a csinál utána játék, ez pont egy ilyen dolog, és itt mondjuk a laboratóriumban, ami nagyon hát ilyen megfelelő, szükös körülmények között csináljuk ezeket a kiseteket, de egy ilyen játékot lehet csinálni parkban is, vagy valamilyen kutya játszótéren, ahol különböző tárgyak vannak, különböző akadályok, amit a gazda úgymond megmutat, és a kutyát utána felszólítja, hogy ezt csinálja. Persze ezt egy kutya nem fogja egy napról a másikra csinálni, ehhez kell az a kiképzői segítség, hogy a kutyát rábeszéljük egy picit ebben a játékban való részvételre, de ha megtanulja a szabályt, megtanulja ezt a játékot, akkor a kutyák ezt nagyon szokták élvezni, és a gazdák is, mert megtanulják azt, hogy igen, milyen nehéz néha kutyának lenni, milyen nehéz viselkedni, milyen nehéz az, hogy felugrunk valahová, lemegyünk valahová, hátunkra fordulunk, stb. És akkor a gazdák is egy picit kutyává válnak erre az időszakra, ami szerintem fontos ahhoz, hogy egy barátságot igazán meg tudjunk élni. Tehát valójában én azt akarom csak mondani összefoglalásképpen, hogy a kutyát úgy lehet tekinteni, mint egy ilyen mozaikot. Egy olyan lényt, ami nagyon sok mindenből össze van rakva. Egyrészt ugye van benne az a farkas, ez lesz az ő öröksége, és aztán az ember csatlakozó kutya esetében megjelennek emberi tulajdonságok. Megjelenik az, hogy olyasmi tulajdonságok, mint hogyha egy gyerek lenne, és olyan tulajdonságok is, mint hogyha felnőtt lenne. És ezért ugye, miután ennyi minden mozaikból van összerakva, nem szerencsés, hogyha farkasnak, felnőttnek vagy gyereknek hívjuk, a kutya meglepő módon kutya, és ilyen értelemben talán az embernek a legjobb barátja. És hát végzetül csak azt szeretném mondani, egyrészt, hogy köszönet mondani annak, hogy végighallgattak, köszönet mondani annak a csapatnak, aki igazából ezeket a kutatásokat végzi, köszönet mondani a Tudományos Akadémiának, az ELTE, tehát az Eötvös Loránd Tudományi Egyetemnek és mindenféle támogatónak, aki a utóbbi, hát nem tudom én, 20 évben a munkákat támogatta, és hát köszönetet mondani a kutyáknak is, meg a gazdájuknak is, azért, hogy hát ilyen sok élményben volt nekünk részünk, mint kutatóknak, és talán úgyis, mint mármint a kutyák is élvezték ezt, meg a gazdák is. És köszönöm szépen a figyelmet! Nagyon szépen! Nagyon szépen! Megvan!